A Üdvözlet mindenkinek, és 2019. május 14-én ez lesz az élőadás az Infobaba 2 csatornán. Ez a dolgok állása 2019. május 14-én. Ezután folytatni fogjuk a védőoltásokkal kapcsolatos kutatást és meg fogom mutatni, hogy hol is tartunk. Jelenleg mik a következményei annak, hogyha valaki nem oltatja be magát. Vagy jobban mondva hát a, a gyermekeit. Ez a legnagyobb probléma szerintem mindenki számára. Hogy ezzel kell megküzdenie mindenkinek. Néhány dolgot mielőtt bele, belevágnánk ebbe. Az egyik az, hogy nagyszerű lenne, hogyha ha megosztanátok a linkét ennek az élő adásnak, az szuper lenne mindenhol, ahol lehetséges, illetve hogyha lájkolnátok a, a videót, és akkor több emberhez eljut. Ez a két legfontosabb dolog. Ha esetleg kérdése van valakinek, akkor felteheti most, de úgyis csak a végén kerül rá sor, hogyha a sor kerül rá. Ha nem, akkor pedig pénteken 9 órától ugyanitt meg fogjuk nézni azokat a kérdéseket, amelyekre még esetleg nem volt eddig válasz a korábbi videókban, vagy, vagy olyanok, hogy érdemes vele foglalkozni. Ha, ha, nem, akkor annak az az oka, hogy, hogy már arról volt szó, megválaszoltam, vagy pedig, vagy pedig egyszerűen csak nincs rá idő. Ennek a videónak a címe, ha valakit érdekel, akkor ezt megosztom itt a hozzászólásoknál. Ha esetleg valaki meg akarja nézni. Nem tudom, hogy miért ilyen kicsi a képernyő, amit most láthatatok. Ezek általában korábbi videók, amiket próbálok előtte lejátszani, hogy, az, hogy míg várakozunk, hogy legyen mégis valami. Nem nagyon tudok csak akármit megosztani, mert a szerzői jogi szabályozás miatt egyszerűen csak nem lehet úgyhogy ez a szituáció szóval ez az a videó amiről szó van és itt megtalálja mindenki hogyha valaki esetleg meg akarja nézni a, a, a következő igen amit mutatni akartam az az hogy ez lesz az ja, igen a drótosság készült videó az abban még mindig van egy rész amit hamarosan meg fogok osztani úgyhogy aki, aki élvezi azt, még egy hátra van. Ezek után nem is tudom, mit akartam. igen, erről volt szó a múltkor. Hogyha esetleg valaki a SoundCloud dolgokat szeretné letöltögetni, ami a, a Yahoo! útja csatorna videói többnyire, illetve hát annak a hanganyagai, akkor akkor az is lehetséges, mindenkinek meg kell csak találni a SoundCloud, Yahoo útja és onnan ingyen le tudja tölteni azokat a tartalmakat, ami, ami szimpatikus számára. Ezen a módon itt van, úgyhogy azért mutattam meg, hogyha esetleg valakit érdekel, le tudja magának tölteni. Rendben, nagyjából ennyi igazából, amit most akartam, és lehet, hogy az a legnagyszerűbb, hogyha el is kezdjük. És az első dolog, amit a a kapcsolatban meg akarok mutatni, az, az rögtön ez a cikk lesz. Nem tudom, hogy miért ezt mutogatja. Pillanat. Hát, ha most sikerül, nem. Na jó. Oké, okay, pillanat az hajkére Na most a jó. Rendben, ez az első cikk. Gondoltam, ez bevezetőnek jó lesz. Ez egy tragikus történet, és én természetesen ez egy borzasztó dolog, úgyhogy a lényeg ebben az egészben az, hogy arról van szó, ez ugye, ha jól gondolom, ja igen, ez index, arról beszélünk, hogy meghalt a kisfiam, mégsem vagyok oltás ellenes. Elég baj az neki, ez az első dolog, amit hozzá tenni. És ezt nem nem is, nem, nem vicces az egész, de azt nem értem, hogy, hogy, azok után, amik történtek, hogy hogy, hogy nem, nem érti meg az ember, hogy, hogy, az, ami ez nem egy véletlen dolog, hogy ez történt ezzel a, a gyerekkel. Nem azt mondom, hogy meg akarják ölni az orvosok, az embereket. Én azt mondom csak, hogy a védőoltás úgy van kitalálva, hogy problémákat okozzon. Ezt megnézzük a múltkor. Még annyit mielőtt belemegyünk ebbe az egészbe, hogy én valójában nem vagyok orvos, úgyhogy senki ne vegye azt, amit mondok tanácsnak. Ez pusztán információ, mindenki meg fogja látni, meg ahogy megszokhatta mindenki, én azt mondom el, vagy osztom meg az emberekkel, amiket láthatunk az interneten, ami információ itt van. Aztán ez alapján mindenki eldönti saját magának, hogy mi az a döntés, amit meghoz. De senki ne vegye azt, amit én mondok úgy, hogy márpedig ez egy orvosi tanács, mert vagy én nem vagyok orvos. Döntse el magának mindenki, hogy mi az, amit tenni fog. Én csak megosztom az információt, amit találtam, azért, hogy egyszerűbb legyen a döntéseket meghozni. Arról van szó, ez ugye Patkósni Petikó tünde az, aki azt írja, hogy egyre jobban elszaporodott az internet világában az oltás ellenség. Hát persze, hogy elmert, az emberek ráébrednek arra, hogy ez egy hoax, egy, egy, csalás, egy hazugság, ami gyakorlatilag történik. Nem csak az oltással, hanem úgy általában az orvos tudományban. És egyre többször szomorúan tapasztalom, hogy a kisfiam Patkós Ádám esetét hozzátok fel példaként az ellenességetek igazolására. Ne tegyétek, leszhetném írni, hogy a tragédiánk ellenére nem vagyok oltás ellenes. Kit érdekel, hogy ő mi? A lényeg az, hogy minden szülő, aki ezt olvassa, gondolkozhat úgy, hogy az ő gyereke ez a járulékos veszteség, ami ez esetben Patkós Ádám. És nyilvánvalóan ez egy tragikus dolog. Kit érdekel, hogy ő mit gondol arról, vagy mit tanácsol nekünk, hogy nekünk mit kellene tenni? Olvasd el mindenki a cikket, nézze meg a történet és aztán döntse el, hogy szeretné -e, hogyha az ő gyereke lenne a járulékos veszteség jövőre. Meginoktam persze hogy meginoktam, amikor javában benne voltunk, de amikor kezdett visszatérni a fájdalomtal eltorzult eszem, be kell látni, hogy az oltások szükségesek. Rengeteg gyermek életet mentenek meg, igen... De Ádám nem volt közöttük. Azt mondja, hogy Ádám Magyarország minden újszörötnek kötelező TBC elleni BCG oltástól lett. TBC-s. Az oltástól. Hát akkor minek kapok oltást, hogyha TBC-s leszek? Most a másik az, hogy mi az, hogy én, ha nem vagyok beoltva, veszélyeztetem azt az embert, aki be van oltva. Hát aki be van oltva, azért van beoltva, hogy neki már mindegy akkor mit, mit, vagyok én a hibás azért, hogy ha, ha, én nem akarom magam beoltani, hogy ne legyek tbc is, mint ez a szerencsétlen gyermek. Majd hosszas kórházi kezelés és számtalan vizsgálat után 2017. februárjában meghal. Története viszont egyáltalán nem arról szól, amire az itthon is erősödő oltáskritikus mozgalom képviselői erőszeretette hozzák föl példaként. Hát akkor miről? Az a lényeg, hogy mindenki el tudja dönteni ezek után, hogy szeretné -e, illetve vállalja-e a felelősséget. Persze nyilván a kötelező oltások alól nem nagyon lehet kibújni, ezt majd mindenki meg fogja látni. De minden egyéb, amit ezek az emberek csinálnak, az, az ilyen kockázatok alá. Mondhatjuk azt persze, hogy senki se, semmi se tökéletes, és mindenben becsúsznak hibák. Persze, én értem, de ha én, mint egy angol tanár, valaki nem nyelvvizsgálzik le, elsőre nagy kaland, majd nyelvvizsgázik másodjára. De úgy tűnik, hogy itt nem mindenkinek van második, meg harmadik, meg mit tudom én, hanyadik esélye. És még egy dolgot helyesbítenék. A múltkor én többször elmondtam, hogy intravénás, nem intravénás a védőoltás, hanem bőr alá adják. De azok az anyagok, amiket felhasználnak, azok ugyanúgy megtalálhatók az intravénás készítményekben, de a védőoltás természetesen nem. Bőr alá adják, azt hiszem, hogy subcutaneous, vagy valami ilyesminek hívja, de bőr alá, és nem többnyire a kötőszövetbe szóval. Nyilvánvalóan nem intravénása. De a lényeg az, hogy megkapta a BCG oltást, amely a TBC jellemzően gyermekkorban kialakuló súlyos formái, egész testben szétterjedő militáris TBC és a Genyes agyhártya gyulladást okozó meningitis TBC ellen véd. Hát akkor hogy véd, hogyha ő meghalt? E, jó, szóval ez egy, és én nem azt akarom mondani, hogy na ez bizonyítja, hogy az oltás az káros vagy sem, mert mondom, nyilván előfordul járulékos veszteség, de azért ez elég durva járulékos veszteségnek tűnik számomra. Itt van még egy bárányhimlős lett és kórházba került a kötelező védőoltások legnagyobb kritikusa. Azt mondja, hogy Stalinistának nevezte az egykori, bocsánat, a gyermekkori védőoltások kötelezővé tételét, mint ahogy az is. Mi az, hogy nekem kötelező bármiféle anyagot is beadatni magamnak, vagy, vagy egy bármelyik családtagom, ugye általában bárkinek? Hogyan kötelezhet rá bárkit és az állam, hogy ilyen veszélynek tegye ki magát, mint, mint ami, amit láthatunk ennek a gyereknek az esetében. Mi más lenne az, mint, mint, egy diktatúra, ahol az ember nem döntheti, hogy mit csinál saját magával. Persze most mondhatnánk azt, hogy az abortusz pártiak ugyanez mellett tüntetnek, de azért ez egy másik történet. Most abba bele se akarok menni. Bárány Himlös lett és kórházba került, Massimiliano Fedriga, Olasz politikusról, az Olaszországban bevezető kötelező védőoltások hangos kritikusa. Azt mondja, hogy a szélsőjobboldali liga politikusaként hevesen bírálta a kormány korábbi döntését, amelyet 12 betegség köztük Bárányhimlő ellen is kötelezővé tették a gyermekkori védőoltást. Akiket nem oltanak be a szüleik, Olaszország, akiket nem oltanak be a szüleik, nem járhatnak óvodába és iskolába a szülők pedig súlyos bírságokat kaphatnak a törvény szerint. Ezt az intézkedést nem ellens a 2017-es kanyaró járvány miatt kellett bevezetni, ami legalábbis részben az oltás ellenesség miatt alkulhatott ki. Itt érdekel, ha én be vagyok ö, oltva, hogy mi történik a többi emberre, ne? Az autókat se tiltjuk be azért, mert meghal x ezer ember az úton, vagy az alkoholt azért, mert tönkreteszi a családoknak a jelentős részét, vagy a dohányzást, mindjárt megmutatom, hogy csak hogy annak milyen következménye van ennek ellenére, az legális a dohányzás. Miért nem mondjuk azt, hogy tilos? Miért nem mondjuk azt, hogy tilos autót vezetni, vagy tilos alkoholt inni akkor, hogyha annyira érdekel mindenkit, hogy mi a helyzet az egészségünkkel. Őket nem érdekli, hogy mi a helyzet az egészségünkkel, ez egy üzlet, ezt is meg fogom mutatni mindjárt. Bár ezt mindenki, akinek van egy fél agya, szerintem azt kitalálta, hogy ez egy üzlet. Egy nagyon nagy ráadásul. Mint hogy a múltkor megnéztük már azt. Számos ellenzője volt ennek a törvénynek. Hát nyilván, ki ez az őrült, aki szeretné, hogyha ha az ő gyerekét betegségekkel, meg formaldehiddel, meg mindenféle dolgokkal oltogatnák be. Másfél éves koráig egy tucatta. Az, szerintem nem helyes, ha a szülőkre ráerőltetik a védőoltásokat. Persze, szóval, hogy nem helyes. Hogy lenne már helyes? Ilyen alapon mondom, akkor miért nem tiltják be az összes többi dolgot? például az extrém sportokat miért nem tiltják be? Vagy a motor? A motor is veszélyes az utakon. Biztos vagyok benne, hogy több tucat ember meghal amiatt is. Nem úgy, mint a bárányhimlő vagy a kanyaró, akiben senki nem hal meg. Tiltják akkor a motorozást. Vagy a falmászást. Például, vagy a bungee jumpingot. De azt nem tiltjál be. Mert az nem teszi tönkre az ember immunrendszerét egy életre, hogy aztán ő majd egy, egy ügyfele legyen a gyógyszeriparnak évtizedeken keresztül. Most azonban ő maga került kórházba bárányhimlő miatt. Kit érdekel? Sem túléli, ez kész. Kórházba kerül az ember más dolgok miatt is. Bejegyzésben Ferdiga leírta, hogy nem tartja magát oltás ellenesnek, és saját gyermekeit is mind beoltatta. Persze. <laughs> Nyilván. Ugyanakkor úgy érzi, hogy a megfelelő eredmény eléréséhez nem erőszakot kell alkalmazni, hanem szövetséget kell kötni a családokra. Hogy be kell bizonyítani azt, hogy ez szükséges, ez a szemét, amit csinálna. Annyira nagyszerű lenne, az embereket nem kéne rá kényszeríteni. Hm? Senkit nem kell kényszeríteni, hogy csokoládézzabályon egész nap. Csinálják úgy, hogy az emberek akarják, az kész. Bizonyítsák be, hogy ez hasznos. Az eseti intő példa lehet mindazon felnőttek számára, ezt egy ismert olasz orvos írta. Akik nem hajlandók beoltatni magukat vagy gyerekeiket. Kiemelte, hogy ha például egy teljes kapja el a bárányhimlőt, a magzat egészsége is veszélybe kerül. Miért nem mondja el ezt annak a 45 ezer magzatnak, akit abortálnak minden évben Magyarországon? annak az egészsége is veszélybe került ellenére, ennek ellenére kampányolnak amellett, hogy ez lehessen, mert ez a nő döntése. Annyira izgatja őket a magzat egészsége, akkor kezdjék ott. Tiltsák meg azt, ami egyértelműen egy embernek az életét veszi el. De nem, az nem gáz. Azt lehet. Az a lényeg, hogy mindenki legyen beoltva, mert akkor egy életre utána ügyfele lesz ennek az iparágnak. Egyetlen módja, hogy elkerüljük az ilyen tragédiákat, ha mindannyian beutatjuk magunkat, hogy megelőzzük a veszélyes virusok terjedését. Nem. Az is egy, egy módszer, hogy elkapja mindenki, túlesik rajta, az kész. Mint ahogy én, meg mindenki más, az én van, ami mondjuk a 30-40 éves korosztály. Azt viszont látásra. Itt vagyok, ugyanúgy, mint ahogy mindenki más. Szerintem senki nem ismer senkit, aki bárányhimlőbe hat meg. Nézzük a következőt. Itt van még egy a propaganda, ez Kubit. Gigantikus méretű kutatás bizonyítja, hogy a kanyaró elleni oltás nem okoz autizmust. Persze, hogy nem. Több mint 20 éve Andrew Wakefield brit orvos tanulmánya összekapcsolta a védőoltásokat az autizmussal. Cáfolatok ellenére a nézett napjainkra a téveszméket felhangosító közösségi oldalak közreműködésével elég népszerű lett ahhoz, hogy olyan országba térjen vissza a kanyaró, ahonnan már év, évtizedek ezelőtt kiűzték. És senki nem hal meg kanyaróban, nagy kaland? Egyetlen tanulmány elég volt, hogy elbizonyítsa az arra fogékony szülőket, viszont a jelek szerint ellenkező eredményekre jutó kutatások hosszú sorra nem elegendő ahhoz, hogy jobb belátásra térítse az oltás ellenséget. Persze, hogy nem, mert nem így van. Azért, mert látják, hogy Ádám, meg az összes többi, akinek ilyen-olyan sérülései lesznek utána, vagy esetleg. Rosszabb esetben meghal, azok azért megtörténnek. És gondolom, egyik szülő se úgy gondolkodik, hogy ó, oh, oké, okay, ez járulékos veszteség, úgyhogy mi van, ha az én gyerekem az nagy kaland, legalább a többi túléli. Gondolom, az senki nem akar lenni. Úgyhogy ezért oltás ellenesek az emberek. Meg utána néznek, hogy mi van abban, és aztán rádöbbennek arra, hogy hoppá, ez lehet, hogy nem is olyan nagyszerű, mint ahogy én ezt gondoltam, hogy ezt a gyereket itt oltogatják folyamatosan formaldehiddel, meg higanyjal, meg alumíniummal. Lehet, hogy nincs szüksége arra, hogy, hogy állati DNS-t kapjon, meg zselatint, meg, meg emberi DNS-t, meg mit tudom én mit. Hogy az nem biztos, hogy neki jó lesz, hogy másfél éves korára 12 ilyen koktélt megkapott. De mindenki eldönti majd magán. Szóval be lehet bizonyítani, gondolom mindent, azt is, hogy a döglött tehén alszik. De attól még a tény tény marad, és az az, hogy az autizmus, az autoimmun betegségek egyenes arányban növekszenek azzal, ahogy az oltások száma növekszik, a kötelező oltások száma, meg ahogyan az úgynevezett orvostudomány fejlődik, különösen a gyógyszeripar. Mivel tönkretették az emberek immunrendszerét, így mindenkinek most már antibiotikumra van szüksége. Hogyha valaki megfázik, vagy bármiféle baj van, azonnal megy az orvoshoz, kapja az antibiotikumot, meg a mitromi milyen szemetet, ami majd meggyógyítja belőle, és nyilván hogy utána annak következményei vannak, mint ahogy ezt is megnéztük már. De persze, hogy be lehet bizonyítani. Úgyhogy van ilyen is, olyan is, ilyen tanulmány, olyan tanulmány. Azt mondja, hogy a szerzők összesen ezer 99 és 2010 között született gyermeket követtek figyelemmel, hogy a nagy mintán bizonyítsák az autizmus előfordulása nem mutat összefüggést azzal, hogy a gyerek megkapta-e, vagy sem a kanyaró mumps és a rubaula elleni kombinált oltást. Ez az Annals of International Medicine-ben között tanulmányt a Dán Staten Serum Institute kutatóintézet munkatársai készítették. Azt mondják, hogy 6517-nél állapítottak meg autizmust, a 650 ezerből az egy százalék, ugye? Mhm. Uh -huh. A kutatók összevetették a beoltott és az oltás nem kapott gyerek adatait, és arra jutottak, hogy az MMR oltás nem növeli az autizmus kockázatát, illetve nem váltja ki az autizmust az arra hajlamos gyermekeknél, valamint az oltás beadása után sem halmozódnak az autizmus esetek. Azt mondják, hogy a legmagasabb. Jó, ez nem is érdekel, hogy mit mondanak. Ezen felül. Lényeg az, hogy ők ezt bizonyították, hogy ez így van. Csak meg akartam mutatni, hogy van mindenféle kutatás, úgyhogy én nem azt mondom, hogy bárki is ne oltsa be a gyerekét, vagy magát. Én azt mondom, hogy mindenki csináljon, amit akar. Aztán hogy vállalja a kockázatot azért, amilyen döntés hozott. De én biztos, hogy nem oltatnám be, vagy nem fogom beoltatni magam, akár mit csinálna. Tudom, hogy hazudna. Ez kész onnan tudom, hogy hazudnak, hogy itt van az ezer videó, amin végmentem, amit minden dolgot, amit bemutattam itt, közben rájöttem, hogy ha minden hazugság, akkor lehet, hogy minden az. Ha minden hazugság, amit eddig érintettünk, akkor miért lenne minden más az? Teljesen megszűnhetnek a védőoltások. Na végre kitaláltak egy jobbat? Kutatók olyan módszer fejlesztettek ki, mely felgyorsítja a gyógyszer szállítását a testen belül, és sokkal hatékonyabban szívódik fel ott, ahol szükség van rá. Én elmondom mindenkinek, hogy a gyógyszerrel ki kicsinálják az embert. Oké, okay, ez a célja. A lényeg az, hogy ügyfeleket generáljanak maguknak évtizedekre. Senkinek ne legyen semmi kétsége afelől, hogy az első és legfontosabb célja a gyógyszeriparnak és az orvostudománynak az, hogy ügyfeleket generáljon. Nem azt mondom, hogy a nővérek így állnak hozzá, vagy az orvosok. Bár biztos vagyok benne, hogy az, aki esetleg gyógyszerismertető, vagy ismer gyógyszerismertetőt, az tudja, hogy az az ember abból él, hogy mennyi gyógyszert ad de ugyanúgy, ahogy az orvos kapja a jutalékot azután a gyógyszer után. Úgyhogy én abban sem vagyok biztos, hogy ott mindenki olyan szent, mint ahogy azt az a fehér ruha esetleg feltételezni. Biztos vagyok benne, hogy az a jutalék, vagy az a rendszer, amiben ők dolgoznak, az azért az embereknek a Látását elkörösíti egy kissé, hogyha bármi más... Miért lenne más egy orvos, mint egy autószerelő, vagy egy bankár? Azt akarja nekem valaki mondani, hogy az orvos az egy jobb ember, mint egy bankár, vagy egy autószerelő? <laughs> vagy egy tudós, hogy az miért hazudna? Vagy egy színész? Ugyanúgy mindenki ember, az kész. Nincsen. Mindenki a saját moráját határozza meg. Nincsen abszolút erkölcsi morál az ember nem hisz semmiben, csak magában. Ő az, aki meghatározza az erkölcsi morál, szóval mindenki ott húzza meg a vonalat, ahogy épp jónak látja. Úgyhogy meggyőződésem az, hogy ezek az emberek úgy vannak vele, hogy ó, oh, ez egy gyógyszer, ezzel segítek az emberen, plusz még pénzt is keresek. Mi baj történhetne? Semmi persze. Az egészhez ráadásul mindössze csak egy kis magnézium és titán kell. Mi más? Ha a klinikai kutatás jól sikerül, ezek akár ki is váltatják a védőoltásokat a mindennapokban. Na! Jelenleg nagyon kevés komoly betegsége használunk száján átszállható gyógyszer, de azért van. Az az oka, hogy sokkal kevésbé hatékonyak azok a vakcinák, amelyek injekciós tűvel jutatnak a szervezetbe. Persze így jobban lehet rombolni, hogyha injekciós tűvel adják be. Nézzük tovább. Az ilyen gyógyszerek gyakran gyorsabban kiürülnek, mint hogy hathatnának, vagy a gyomorsabb lebontja őket, mielőtt még elérhetik a beleket, felszívódnak a szervezetbe. Olyan módszert találtak ki, hogy felgyorsítják a gyógyszer útját a testen belül, ami megnöveli az esélyét annak, hogy a gyomorsavat átvészelve időben eljusson a belekik, Még nagyobb pusztítást tudjon végezni. Kutatók mini mesterséges motorcsónakhoz hasonlítják a módszer, semmi műszer nem kell hozzá, mindössze egy mikroszkopikus mennyiség magnéziumból és titándioxidból. Ez a két anyag a futurizm a Futurism beszámolója szerint reakcióba lép a szervezetben található vízzel, így egy buborékos áramlatot hoz létre, ami felgyorsítja a magnéziumhoz és a titán dioxidhoz erősített gyógyszerható anyagot. Hamarabb bejutatja a belegbe, gyakorlatilag kikerüli a gyomorsavat, vagyis átvészeli azt, és akkor gondolom egy ilyen buborékban átúszik, és aztán a belegben felszívódik, ott kifejti a hatását. Már csak egy olyan membránt kell illeszteni hozzá ez az egészhez, ami megvédi a gyógyszert a gyomorsavtól, és kész is a működő módszer a kutatók eredményeiket nano, a nanotudományos folyóiratban ismertették. Úgyhogy van egy új módszer, szóval aki pusztítani akarja magát, annak lehetősége lesz erre. És most már nem csak injekciós tű segítségével tudja ezt megtenni, hanem ilyen nanotechnológiával is. Szerencsétlen gyerek. Na nézzük. Az beindul az MT, a védőoltások az első célpont. Hiába hittük, hogy védve vagyunk korábbi éjszállatok retteget járványaitól, a kanyarul épp most itt vissza Európába, persze, mert visszahozták. Az oltás elleneség az egész társadalmat veszélyezteti, szó lesz a mellékhatásokról is. Mi az, hogy veszélyezteti az egész társadalmat? Én ezt nem értem. Ha én be vagyok oltva, mondtuk, ez engem nem érdekel, hogy ki mit csinál. Én csak megyek, az kész. Mint hogyha van eselnyő mi érdekel engem, hogy ki az, aki otthon felejtette, vagy nincs a sükabátja. Én csak megyek dolgomra az kész, nem foglalkozok senkivel. Majd mindenki megoldja magának. Nem érdekel. Ugyanígy van ez azzal is, amiben én hiszek. Persze, hogy megpróbálom megosztani más emberekkel, de alapjában véve, mindenki majd számol azzal a következményekkel, amilyen döntéseket hozott, az kész. Nem fogok magamnak ebből... Álmatlan éjszakákat okozni, hogy ki az, aki nem oltatta be magát, miközben én tudom, hogy én sinem vagyok. Nekem nincs mitől félnem, én jól vagyok. Nem, be vagyok oltva. Gyerek is le van rendezve. Megvan a higanyadalga, a dehid az alumínium, minden rendben. Úgyhogy kész. Majd a többi ember számol azzal, amit amit csinál. De nem. Ezek az emberek azon izgulnak, hogy ki van beoltva, meg ki nem. Én ezt, ezt nem tudom egyszerűen felfogni. Meg akarom csinálni úgy, hogy látszódjon a címsor, ha már úgyse lehet olyan nagyra kinagyítani, úgyhogy. És akkor így mindenki látja, hogy hol tartunk, vagy hol érhető el ez a cikk, ha valakit is érdekel. Ez, ez teljesen logikátlan, amiről beszélnek amúgy, hogy ez egész társadalmat veszélyezteti. Ho, hogy veszélyezteti az egész társadalmat? Ők be vannak oltva, viszlát? A többi majd csinál, amit akar. De nézzük tovább. Arról beszélne, hogy a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlése hétfőn az a zöld utat, az MTA által támogatott új elsősorban laikusoknak, tanároknak, újságíróknak szánt weboldalnak. A tudomány.hu fő célja az áltudományok elleni küzdelem, mint, mint az MTA. Ennek jegyében havonta, mint az űrtudomány, <laughs> az űrkutatás, ez az egyik például, vagy a, az evolúciós kutatás, esetleg, hogy mi a majmoktól származunk, vagy melyikre gondol. Ennek egyében havonta más és más közvéleményt megosztó, vitatott témát dolgoznak fel, közérthető stílusban emészhető terjedelemben a terület szakértői. Persze, gyakorlatilag a propaganda. Mert mindenki, ugye azt mondja, jó, ez az MTA is ezt mondja, úgyhogy ez így van, kialakítanak szervezeteket, amiknek a segítségével a társadalmat lehet vezetni, úgy, mint ahogy a villanypásztor a birkákat megvan egy bizonyos terület, ami belül mozoghatnak, ez kijelöli a tudomány, az oktatás, a politika, a vallás, a média, a szórakoztatóipar. És ez az, ahogy irányítják az életünket. Mindenre megvan a magyarázat, mindenre megvan a válasz, és ezt mindenki tudja. Egyszerűen ez csak mindenki tudja, hogy így van, az kész. Ez egy olyan dolog, hogy mindenki tudja. Pont te jöttél rá, ez, a köztudó, ez benne van a köztudatban, ez a közvélemény, ez az általánosan elfogadott vélemény? Egyet érte a kutatók 99%-a? A tematikát mindig egy összefoglaló cikk nyitja és vezeti be. Az első téma az oltás elleneség volt, amelyhez a vezetőanyagot a védőoltás ellenesek akár a tűzoltók ellen is tiltakozhatnának címmel Kacskovics Imre egyetemi tanár az MTA doktora, az ETTK immunológiai tanszékvezetője készítette. Persze, hogy tiltakozhatnának, csak a tűzoltók nem öldesik meg az embereket olyan ütemben, mint ahogy az orvosok. Mindjárt meg fogom mutatni. Mindezt azért rendkívül aktuális, mert egyre erősebb oltás elleneség miatt Európában egy év alatt négyszeresére nőtt a kanyaros esetek száma. A lényeg nem az. A lényeg az, hogy miért oltás ellenesek az emberek, hogyha ez olyan nagyszerűen működik. Az emberek nem jégkrém ellenesek, Legalábbis én nem hallottam még arról, hogy, hogy, hogy ellenes oldalak lennének, azon kívül, hogy rájöttek, hogy műanyagot lehet, hogy nem jó olyan ütemben enni, mint ahogy azt, azt ők eszik. Vagy csoki ellenesek, nem? Vagy húsvét ellenesek. Az embereknek nincs, nincsen bajuk ezekkel a dolgokkal. Azért oltás ellenesek, mert utána néztek, és rájöttek, hogy annyira nem nagyszerű a dolog, mint ahogy az hangzik. Meg lehet, hogy nem úgy van, ahogy ezt nekünk mondják a propagandában. Egyetlen hónap alatt Franciaországban több mint 500, Görögországban 450 megbetegedés fordult elő. Nagy kaland. Ukrajnában, ahol hiányzik a megfelelő mennyiségű oltóanyag, az oltási rendszer is jelentős gondokkal küzd. Tavaly 3000 kanyaros megbetegedés regisztráltak, majd az idei év első két hónapjában havonta fordul elő 3000 megbetegedés, és visszatért a járvány Romániába is. Magyarországra nem terjedt át, köszönhető a lakosság magas átoltottságának. Ezt nem tudjuk, hogy minek köszönhető, de az tény, hogy nem terjedt át. Ez pont ugyanolyan, mint hogy reggel csiripelnek a madarak, és fel kell a nap. A nap nem azért kell fel, mert csiripelnek a madarak. Ez csak egy egybeesés. De azt nem mondhatjuk, hogy, hogy ez ezért van. Bemutattam azt is, hogy mi az oka ezeknek a, ezeknek a betegségeknek. Hogyha valakit érdekel, akkor az meg tudja nézni a védőoltások. Sorozat első részébe. Ahogyan fejlődik a, a higiénis körülmények, illetve a társadalom általánosságában véve a tisztaság, a csatorna rendszer, úgy ezek a betegségek eltűnnek. Ezek az országok, mint például Franciaország vagy Görögország, amik küzdenek ezzel a bevándorlókkal, meg mindenféle gettók alakulnak ki, Ukrajna, meg Románia, erről mindenki tud szerintem, hogy ott milyen állapotok uralkodnak. Persze, hogy több megbetegedés van, mint Magyarországon. Ilyen alapon ez is lehet az oka, nem? Bizonyítsa be valaki, hogy nem így van. Azt mondja, hogy legyen szó bármilyen betegség elleni védőoltással, a vakcina az azt kiváltó vírust, esetleg baktériumot juttatja a szervezetbe, legyengített vagy elölt formában. Sőt, legújabban már csak a kórokozó úgynevezett rekombináns fehérjét, vagyis a hatékony immunválasz kiváltó részét injektálják be. Ó, hát azért ennyire nem egyszerű a dolog, haver, mert ez mellett azért még bejutott a védőoltás és mást a szervezetbe. Mindjárt meg is mutatom, hogy mi ez az egy azok számára, akik esetleg lemaradtak a múltkor. Csak hogy tudjuk, tudja mindenki, hogy mi az, ami bejut még a betegségen kívül, csak hogyha valakinek az nem, nem lenne elegendő. Szóval beérkezik az antianyag, ez az antigén, ez az aktív része a védőoltásnak. Ez egyébként Children's Hospital of Philadelphia, a philadelphia gyerekkorháznak a weboldala, és a védőoltás összetevői, bocsánat, arról van szó. Arról beszél, hogy az antianyag ez, ami az aktív része a védőoltásnak, azért, mert ez az a védőoltásnak a része, amelyik az immunválaszt generálja. Illetve hát erre reagál a szervezet. Ezek teljes vírusok és a baktériumok. <laughs> Szuper, nem? Vírus és baktérium. Oké, okay, ezen kívül vannak oldószerek, meg ilyen adalékanyagot, amelyek még érkeznek ezzel, csak hogy tudni legyen. Szóval, amit itt magyaráz... minye, Hol is? Ja, itt. Aha. Amit itt magyaráz ez a karakter, Dani, azt elfelejtettem mondani, vagy nem tudom, hogy fogja, de majd mindjárt megnézzük, hogy ugye azért annyira nem egyszerű a szituáció, mint hogy, hogy egyszerűen csak egy baktériumot vagy egy vírust oltanak be. Egyébként minek is akarná bárki, hogy vírussal vagy baktériummal beoltsák? Ez egy értetetlen dolog számomra. Ezen kívül még érkezik alumínium, oké, okay? ez monofoszforil lipid, ez valamilyen zsírforma, de ezek mind csak azok, amikkel ugye oldják ezeket a. hogy hívják? Védőoltásokat. Akkor ezek a nevek, ezeket nem is ismerem, de itt van egy vízben oldott olaj, ez az MS59 ez a... Ez egyébként megtalálható emberekben, állatokban vagy növényekben. Az amerikai verzióban... Ja az amerikai Egyesült Államokban az influenza védőoltásban használják. Ez amerikai természetesen, és... És ez oda valós. Csak azt nézem, hogy a... Azt akarom mondani, hogy ez egy olaj, vízben feloldott olaj, tulajdonképpen emózió, és néhányan töpengenek azon, hogy vajon lehetséges-e, hogy ez magyaró, illetve kukoriczaolaj allergiát okoz. Azt mondják, hogy itt ez nincs benne a védőoltásokban. Annak ellenére, hogy azt írja, hogy az influenza védőoltásban benne van. Leszük egy része. Nézzük a következőt. Stabilizáló anyagok, amik szintén benne vannak ebben. Ezekben nem akarok most belemenni, igazából én a... Ezeket kerestem. Itt van... Tartósítószerek, ez uh, e Timerosa, egy higany alapú tartósítószer, ami szintén benne van a védőoltásokban. <laughs> Azt mondja, hogy nincsen benne ez a sa semmiféle gyermekvédőoltásban, amelyet használnak az Egyesült Államokban, kivéve néhány influenza oltásban. Hát akkor minek van itt, hogyha nincs benne? Szóval azért van még egy más, amit szintén az ember magába szív. Egy-egy ilyen védőoltással. Visszatérek. Lehet, meg akarom mutatni. Van itt még néhány hely, ahol... Aha. Ahol az összetevőkről van szó. Szóval ez Ausztrália, ha jól gondolom. Ez az Australian Vaccination Risk Network, ami azzal foglalkoznak, hogy a védőoltások milyen kockázatai vannak. <laughs> Mindjárt megmutatom. A... Arról beszélnek, hogy a védőoltások általában vírust és baktérium részeket tartalmaznak. Ezen kívül még különböző sejt szennyeződéseket, fehérjéket, DNS maradványokat állatokból, és emberekből, és növényekből. Számos, számos védőoltás, szennyező anyagokat is tartalmazott, olyan vírusokat, amelyek nem szándékosan és véletlenül kerültek bele, retrovírusokat állatokból, vagy pedig különböző fém, fémes maradványokat. Ez az, amiről ők beszélnek itt. Persze mondhatnánk, hogy ez nem. Ez nem egy hivatalos oldal, de hát mi az, ami az? Azt akarom megnézni. Emberi, ez embrió sejtek, amik benne vannak. Ugye ezeket az abortált embrióból nyerik ki, és ebben a sejtállományban növesztik, vagyis hát tenyésztik a vírusokat, amelyeket a felhasználnak a védőoltásokban. Úgyhogy emberi DNS is van, azokból az abortált abortált embriókból, amelyeket ugye közben legyilkolnak, és mondják, hogy ők védik a, az emberi életet, meg mit tudom én mit. Magyarul abortálják az embriót, és aztán abban növesztik a vírus, hogy azt visszaoltsák a gyerekekbe, akik megszülettek. Ezek olyan vírusok, amelyek természetes módon megfertőzik az embereket, és a legegyszerűbb ezért, hogy emberi sejtekben tenyészék őket ki. Helyzet az, hogy... Ja, igen, itt van. Ez a hepatitis A-B védőoltás ebben található meg. Ugye itt ez az, az MRC5, ez egy emberi valamiféle sejt, hepatitis A, védőoltás, ahol szintén megtalálható. MM, MMR vagy MMR, ez amiről szó volt, ez a Rubeola Mumps, és nem tudom mi volt a másik bárányhimlő talán. Ebben van emberi albumin, ami a vérnek az egyik része, illetve, illetve emberi tüdő, valamiféle sejtek, a varicella, védőoltás, ez a varivax, ebben szintén van, DNS és fehérje, emberi, akármilyen sejtkultúrák, illetve emberi, embrió, tüdő kultúrák. Úgy, mint hogy sejtkultúráról beszél. A zoster, ez uh, Shingo Zostavax a védőoltás neve, ebben szintén van maradék elemek, amelyek DNS, illetve fehérje alapúak. Ez uh, szintén ebben megtalálható. Csak olyan mondom, ha valakit esetleg érdekel, hogy miért oltják be abortált embrió sejtekkel, akkor ez az oka, hogy abban tenyésztik ezt. A védőoltásokban található embrió DNS, illetve a retrovírusok autizmushoz és a rákhoz köthetők. 2014-ben a kutatás Demonstrálta, hogy jelentős összefüggés van az emberi embrió DNS, illetve a retrovírus, mely a védőoltásokban megtalálható, illetve az autizmus és a gyermekkori fehérvérűség, vagy vérrák és a lymfoma kialakulásában. Ez itt az a sajtó Anyag, amiről szó van, de lehet, hogy ezt meg is mutatom. Ez itt uh, Sam Choice Pharmaceutical Institute ami egy gyógyszeripari intézet, és arról beszélnek. Hát ez az egész, most ezt nem olvasom el, de inkább megmutatom azt, amiről, amit ők, mint kivonatot megosztanak itt. Ez az új tanulmány 2014. szeptemberében a Journal of Public Health and Epidemiology, ami a közegészség, illetve járványügyi folyóiratban jelent meg, azt mondja, hogy jelentős összefüggés van az autizmus, betegség és az MMR és a varicella, valamint a hepatitis A védőoltások között. Boom, tessék! Ez egy 2014-es tanulmány, amit, ami megjelent ebben a, az újságban, vagy folyóiratban néző után mindenki, aki akar. A lényeg az, hogy statisztikai analízis használtak, és adatokat az Amerikai Egyesült Államok kormányától, Egyesült Királyság, Dánia, Nyugat-Ausztrália, kormányától, és kimutatták azt a San Choice Pharmaceutical Institute tudósai, hogy az autizmus betegség növekedése az összefüggésben van azokkal a védőoltásokkal, amelyben emberi, emberi embrió sejteket használnak, illetve retrovírus szennyeződések találhatók. Erről beszél egyébként dr. Theresa Dyser, vezető tudós, vezető kutató ennél a, az intézetnél azt mondja, hogy nem csak emberi embrió szennyeződést találtak a védőoltásokban, amely az autizmussal összefüggésbe hozható világszerte, de ugyanúgy a fehérvérőség, vagy a vérák, illetve a linfóma, a gyermekkori fehérvérség és a linfóma szintén ezzel kapcsolatban lehet, illetve hát van. Ugye ez az, amit ők mondanak. Állati DNS, erről már beszéltük a múltkor, majom, vese, a következő a a szarvasmarhának a vérét, a szívét, illetve a tejét, a borjúnak a vérszérum állományát, csirke csirkeembrió és tojás, kacsa tojás, bárányvér, kutyavese, lóvér, nyúl agy, és ö, vietnámi malac, vagy azt hiszem ginipig, nem tudom mi ez. Ja, nem. ginipig, tengeri malac. Mindegy. Aha, tengeri malac. Szóval ezek mind megtaláltok. Nyilván ez ahhoz szükséges, hogy a sejk kultúrák ki tudják fejleszteni, vagy ki tudják tenyészteni, de hát attól függetlenül még csak gondolkozzon el mindenki azon, hogy szeretné, hogy ezek a dolgok bekerüljenek. Azon kívül, hogy ö, ezeknek az állatoknak a a fele legalább tisztáltalan állat, szóval már csak idézője téve vallási okokból sem is megfontolandó, hogyha az ember legalábbis valamilyen útat jár. Azt mondja, hogy ez mellett ugye alumínium, ami természetesen megtalálható, úgy mint egy oldóanyag, illetve tartósít össze. Valamint erős immunreakciót okoz, azáltal, hogy gyulladást kreál a szervezetben, gyulladást idéz elő. Hát ezt most nem fogom elolvasni mindet, de ezek a dolgok mind megtalálhatók a védőoltásokban, és ugyanúgy, mint a higany, itt is erről van szó. Ezt megemlítik, ezt ugye nem lehet kihagyni. Forma de erről volt szó szóval a múltkor, ez egy rákeltő anyag. Rendben. Nézzük. Ja, itt van, mindenféle vírusok vannak itt, úgyhogy nem akarok belemenni, de ez valamiféle disznó DNS, és ez is tartalmaz egy rotovírust. A rotovírus védőoltásban van benne ez, vírus DNS, ezen kívül SV40, ami a Simian vírus 40-es verziója. Retrovírusok erről volt szó, DNS különböző dolgok emellett. De térjünk vissza arra, hogy mit mond itt Dani. Dani azt mondja, hogy a esetenként vírust és esetenként baktériumot, ezen kívül azért még jó néhány dolgot, ahogy láttuk, ez bejutott a szervezet. A lényeg, hogy ebben a formában nem képes megbetegedést okozni, így immunrendszerünk tét nélkül békeidőben ismeri meg az ellenséget, és készül fel a jövőbeli éles támadásra. Hát ez az agymosás ö, szöveg, vagyis hát a propaganda tulajdonképpen. De láttuk azt, hogy azért ez ennyire nem egyszerű, mert ez nem, nem, így működik, ahogy ő mondja, hogy beoltja a baktériumot vagy a vírust, aztán puff, kész, minden jó. Akkor, hogyha ez így lenne, akkor Ádám, akiről szó volt az első cikkben, itt nem halt volna meg. A, a lényeg az, hogy ez egyáltalán nem veszélytelen ez a dolog, mint ahogy semmi, amit beoltanak az emberbe. Nem lehet. Egy vakcina sem működik tökéletesen mindenkinél, de a beoltott emberek 95%-a szakszót használva áthangolódik, vagyis immunisá -e válik az adott vírussal szemben. Maradék 5%-nál csak időlegesen vagy egyáltalán nem alakul ki a védelem, illetve azoknál sem, akiket valamilyen betegség miatt mesterségesen tartanak immunhiányos állapotban. Nyáj immunitás! nem szégyelik azt, azt kifejezést használni, hogy nyáj immunitás. Borzasztó, hogy milyen szinten vagyunk, de tényleg. Valóban mondható ez, hogy mutás. Őket is, azokat, akik saját döntésük alapján nem adják be a védőoltást, csak a immunitás védheti meg. Engem nem kell, hogy megvédjen a nyáimmunitás, én nem félek ezektől a dolgoktól. oké? Okay? Mondom, mindenki döntse el magának, hogy mivel oltogatja be magát, meg mi az, amit enged, meg mi az, amit nem, meg mi az, amit elhisz, meg mi az, amit nem. Itt van, én csak megmutatom azt, ami le van írva, aztán mindenki eldöntja, eldönti magának, hogy ő melyik irányba indul. De a lényeg az, hogy mindaddig. Amíg ezek az anyagok megtalálhatók a védőoltásban, amíg ilyen következményekkel jár, ilyen kockázatokkal és ilyen egyértelmű összefüggésekkel, mint ahogy láttuk, hogy az autizmus, illetve a leukémia és a gyermekkori linfoma, akkor én szerintem érdemes átgondolni. Mert egyszerű neki azt mondani, hogy immunrendszerünk tét nélkül, békeidőben ismeri meg az ellenséget, és készül fel a jövőbeni támadásra, amivel őt védi az egész jogszabályi rendszer, meg az idézőjöbe vett tudomány de amint valaki az ellenkezőjét mondja, onnantól kezdve az áhír, meg összeesküvés elmélet, meg felelőtlenség, meg mit tudom én mi. De közben az emberek nem azért nem hallnak meg, mert nem azért hallak meg, mert nem oltják be őket, nem, nem hall meg senki bárányhimlőbe, meg kanyaróba, meg ezekbe a dolgokba, de, de abban meghal, hogy beoltogatja magát ilyen olyan dolgokkal, több tucattal élete során, és aztán teljesen tönkre megy az immunrendszere, meg az idegrendszere, meg mindenféle dolgok, Szóval persze, hogy ő egyszerűen mondja, hogy meg mit tudom én mi. Neki nincs semmiféle veszteni valója. Még ha annyi esze is van, hogy ő beoltja magát, meg a családja, bár kétlem. Azt jelenti, hogy ha sokan be vannak oltva, akkor a kor hiába üti fel a fejét, nem tud terjedni, nem képes járványt kialakítani. Pont ezt magyarázom. Mit érdekli őket, hogy ki az, aki be van, van oltva, hogyha egyszerűen ők benne vannak a nyájba? Nekik nincs mitől, mitől aggódni. Hátadölhetnek, az kész. Nézhetik tovább a barátok közt, mint ahogy 15 évvel ezelőtt tették. Mint az erdőben látható írtások, amelyekben, amelyek sávokban haladnak a fák közt azért, hogy esetleges erdőtűz terjedését megakadályozzák. Így írtják az embereket. <laughs> ja. Nagyon. ezért kijelenthetjük, aki tévhiteknek, tudatlanságból előtt plegykáknak bedőve nem adatja be a gyermekének a védőoltásokat, nem csak az ő életével játszik, de az egész társadalmat veszélyeztetheti. Hogy veszélyeztetném már én? Azt veszélyeztetem, aki nincs beoltva. Nem az egész társadalmat, aki be van oltva, annak mindegy, az benne van a nyájba. Hogy veszélyeztetném az egész társadalmat? Nem érti ez az ember? Azt mondja, hogy aki megvéd, mert a nyáj be van oltva, így nem tud elterjedni. Hát akkor mi, nem mindegy. Maximum meghal az kész. Vállalom a felelősséget. Úgy, mint amikor dohányoztam, vagy amikor ittam, vagy amikor autóba ülök, vagy amikor biciklizek a városba. Vállalom a felelősséget a, a Mit Itt érdekli, hogy elütnek a biciklivel, vagy, vagy lezuhan a repülő, vagy, vagy, valaki tüdőrákot kap azért, mert dohányzik. Egyszerűen csak ha, hagyja békén mindenki. Csinálja a dolgát. Foglalkozzon azzal a 45 ezer, vagy mennyi abortussal. De bocsánat, ez lehet, hogy csak 25, de valahol 25 és 45 között. Legyen 25. Mindjárt megkeresem, hogyha lesz rá idő. Azt mondja, hogy nagyon hamar meg lehet a baj. Kanyarú esetén már pár száz betegnél járványról beszélünk. Átlagot számolva egy beteg 18 másik ember képes megfertőzni. A nyáj, <laughs> a nyáj pedig 90 es os átoltottságnál alakul ki. Hát persze, mert addigra már mindenki be van oltva. De hát amúgy könyörgöm, hát azt mondja, hogy a 90 a az embereknek az, akinél működik az influenza. Sőt, hát a múltkor néztük meg, 60-80 nál működik, ha eltalálják. Hát akkor minek oltassam be magam, hogy egyszer el se találják. <laughs> Nyáj immunitás. Óriási. Ez az egyik legnagyobb, amit hallottam a közelmúltban. Nyáimmunitás. <laughs> Na jó. Oké, okay, nézzük tovább. nyájmuntás Oké. Okay. Összehasonlítás kedvéért. Ú, uh, annyi, hagyj kérek már mindenkit, hogy lájkolja like a livestreamet, és akkor megtalálják az emberek, plusz ha lehet, akkor osszátok már meg, ahol, ahol tudjátok még most gyorsan. Még van egy... Nem egy fél óra. De nézzük tovább. Ha influenzáról van szó, ott egy fertőzött személy egy-két másikat fertőz meg, járványról akkor beszélünk, hogy héten belül 15 ezer ember, vagy annál több fordul olvoshoz, influenza-szerű tünetekkel, az átoltottság ideális aránya pedig 40 százalék. Hát persze, de azt mondta a múltkor, elolvastuk, ezt mondta az, az orvosi bizottság, ha eltalálják, mert ugye nem biztos, hogy eltalálják, de ha eltalálják, 60-80 százalék a valószínűsége, hogy hat annál az embernél, aki jó, akinek az immunrendszere jó, aki nem tud tönkretenni az az influenza. Hogyha nem, ha ilyen 60 éven felüli vagy gyerek, akkor 40-60 százalék. Az 40 százalékos átoltottság esetén, ha annak jó esetben 80 százaléket veszik, akkor az 30 százalék, vagy 20. Hát kit érdekel, hogy hogy, meg amúgy mi, van akkor, hogyha influenzása, Miért nem vállalhatja a felelősséget mindenki a tetteiért? Az, ráadásul az a gyerek TBC-t kapott az oltás miatt. Erősen fertőző súlyos következményekkel, akár halála vagy maradandó károsodásra járó betegségek elleni védőoltás kötelező, mint a bárányhimlő. Ha már létezik hatékony elhanyagolható mellékhatásokkal bíró vakcina. Ja. Elhanyagolható mellékhatások. Úgy, mint a TBC esetében a halál? Következő. Jó, Utólag is sok a hal. Azt mondja, a kanyaró elleni oltás bevezetése előtt hazámban évente 40-50 ezer gyerek kapta meg a kort, és 40-50 bele is halt. Az egy tízre, egy ezre, ha? Egy ezreléke meghal. A korszerű oltási rendszer 91-es bevezetése óta megbetegedés éves átlag a 15% alá csökken. Mondjuk biztos vagyok abban is, hogy mint ahogy beszélgettem el, nem is olyan régen egy úriemberrel, és elmagyarázta, hogy a helyzet az, hogy ha beoltatja magát, az ember onnantól kezdve elveszti azt a védettséget, amit akkor élvezne, hogyha átesik a kanyarón. Mindkét szülő akkor azt továbbadja a gyereknek. De mivel elkezdődtek a védőoltások, így a védőoltás az, ami biztosítja a védelmet. Szóval visszatérve erre az egész kérdésre, én nem azt mondom senkinek, hogy ne oltassa be magát, mert én nem is tanácsolok senkinek semmit, én csak elmondom az én véleményem az alapján, ami ide le van írva. Aztán mindenki eldönti magának, hogy ő milyen döntés hoz, és aztán vállalja a felelősséget azért. De nézzük tovább. Azt mondja, a bizonyítják azt, a betegség annyira legyengíti az immunrendszert, hogy sokan a kanyaró következményeként más betegségben hújnak el. Járvány után a fertőző betegségek következtében, szóval nem a kanyaróban. Bum, tessék. Járvány után a következő betegségek következtében történt halálozások 30%-áért még a kanyaró felelős a fejlett országban. Fejletlen ország esetén ez akár 90%-ot is elérheti. Rendben. Sokan ezekbe kapaszkodva ellenzik a védőoltásokat. Hogy van már? Nincs. a védőoltások azért vannak mellékhatása, de gyakoriak, enyhék, még a komolyabbak nagyon ritkák. Ja, hát persze. Sokan ezekbe kapaszkodva ellenzik a védőoltásokat, de ha a kockázatokat nézzük, jelen tudásunk szerint dráma ilyen nagyobb a védőoltás bennem adásának, mint a beadások kockázata. Hát én nem vagyok meggyőződve, hogy ez így van. Nézzük a következőt. Az oltások például és valós veszélyei. Nézzük azt, hogy miről, miről beszélnek. A Magyarországon a gyermekbénulás 59-től alkalmazták a Szabin féle vakcinát szájon átadható Szabin cseppet. A lenyengített vírus ritkán több száz esetből egyszer, de képes előidézni betegséget. Persze. Több száz ezerből egyszer. Ezek után más hatóanyagot vezettek be, azóta a betegség eltűnt Magyarországról. Kérdés, hogy mitől, mitől tűnt el? Mert 59 óta azért lefolyt valamennyi vízati szám, meg a Duná, úgyhogy egy-két dolog megváltozott. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon ritkán előfordulhat a komoly mellékhatások. Azt mondja, hogy sokkal gyakoribbak mondhat, hogy törvényszerűek a bejutató kórokozók és az egyes adalékanyagok okozta enyhe tünetek, helyi gyulladás, lokális fájdalom. Hát kit érdekelne a helyi gyulladás, meg a lokális fájdalom? A probléma nem ezzel van. A probléma az autizmussal van, a gyerekkori leukémiával, meg a informával, meg ezekkel a dolgokkal. Nem érdekel senkit, hogy helyi gyulladás lenne, meg lokális fájdalom, meg ezek a dolgok. Ezt mindenki túlélné. Nem ettől félnek az emberek, attól félnek az emberek, hogy másfél éves koráig megkap 12 védőoltást, aztán nem tudják, hogy mi lesz 30 év múlva azzal a gyerekkel. Meg hogy miért van annyi autoimmun betegség, meg figyelemzavar, meg ezek a dolgok, mióta védőoltások ilyen előtérbe kerültek. Meg az úgynevezett modern orvostudomány ezekkel a szemét dolgokkal, amiket elhiteti az embereket, hogy mennyire akar segíteni neked. Nem azért izgul senki, hogy be fog gyulladni a gyerek karja, meg hogy egy kicsit lesz ott egy kis dudor, az kész. A probléma nem, erről, nem ezzel van. Gyakran alkalmaznak alumínium sokat, melyeket tudatlanságból félretájék, hogy sokan károsra tartanak. Pedig amúgy nagyszerű. Pedig teljesen általmatlan. Ha, hogy ne? <laughs> vagy itt vannak a tartósítószerként alkalmazott szerves higany ami nagyszerű. Maga az higany szó toxikus nehéz fémű gondolva sokan megrettenek, pedig nem erről van szó, szerves higany miután elvégezték feladatokat, egy napon belül vizelettel ülnek. Aha, nyilván. Nincs gáz, minden jó. Jó az alumínium, a higany, a formaldehid, jó az antibiotikum, meg az összes többi dolog a vírus, a baktérium, amit beoltanak, ezek mind jó, gyakorlatilag jól járunk ezekkel a dolgokkal, arról van szó. Borzasztó. Úgy értem, hogy katasztrófa az... Ö... Ugye, akkor végül is ki az, aki az állít hét közli? Én ezt nehézen tudom eldönteni. Ezek közül gyakorlatilag mind az. Jobb lesz az ingyenes rákellenes vakcina. Hát <laughs> persze, hogy jobb lesz. Ingyenes! Mi az, amit ingyen adnak a világon ma? Én nem tudom, hogy egyáltalán bármit valaha is adtak ingyen. Nézzük tovább. Be. Nagy kavar a lányos körében a kérdés, beadassa-e vagy ne a HPV vagy humán papillon a vírus ellen a gyermekét? Oké. Okay. Ez a ményakrák leggyakoribb rosszindult a daganatok közé tartozik a nők körében mondjuk az is egy kérdés, hogy ez miért van. De azt mondja, mert évente több mint ezer nőnél diagnosztizálják az életet, felebe és ha. Jaj. Azt mondja, hogy akkor a leghatékonyabb, ha az első szexuális együttlét előtt kapja meg a fiatal. Most én ezt akartam mondani, de ezt most csak én így gondolkodva hozzáteszem a nők számára, vagy azoknak, akiknek lánya van. Azt mondja, hogy a leghatékonyabb, ha az első szexuális együttlét előtt kapja meg a fiatal. Hát akkor úgy tűnik, hogy a szexuális együttléttel valami összefüggésben van ne? Lehet, hogy inkább meg kellene tanítani arra, hogy ne legyen annyi szexuális együttlét, annyi különböző emberre. Vagy hogy hogyan kellene viselkednie annak érdekében, hogy ezeket a dolgokat el elkerülje. Mert biztos vagyok benne, hogy az a rendszer, ami ma működik, Legábbis amennyire én észrevettem a főiskolában, az egyetemen, meg úgy általában a világban, szexualitás terén az lehet, hogy meleg ágya ennek a mindenféle mik ezek vírusok, meg baktériumok, meg azután később ezek a problémák. Hozzáadjuk a rengeteg szemetet, amit az ember megeszik, az, hogy sugározzák évente a nőket, meg a, meg a mit tudom én kik, a, a nőgyógyászok állandóan ott vannak, ha kell, ha nem, a különböző antibiotikumok, amiket szednek az emberek, meg a fogamzásgátlás, meg ezek, és akkor lehet, hogy az a probléma, nem? Lehet, hogy nem még ez adagolni kellene befel a vírust, meg a higanyt, meg az alumíniumot, meg a többi dolgot, hanem megtanítani arra, hogy, hogy hogyan kell viselkedni, és akkor ezek a dolgok elkerülhetők lennének. Nincs ez semmi ingyen az a nagy helyzet. Oltanathatja magát befel az ember, de Persze ez érvényes a férfiakra ugyanígy, csak nekik más problémával kell szembenézni. De ugyanez igaz rájuk is. Nem azért mondom, mert esetleg én úgy éltem, hanem az ember egy idő után megtanulja, aztán jó esetben megváltozik, de a legtöbb ember nem. De az biztos, hogyha ha lenne gyerekem, és az lány lenne, akkor a legnagyobb problémám nem az lenne, hogy, hogy adjak befele neki még több alumíniumot, meg vírusokat, meg baktériumot, hanem az, hogy megtanítsam neki azt, hogy hogy kell viselkedni, meg hogy az önbecsülése legalább valamilyen olyan szinten legyen, hogy, hogy elkerülje ezeket a szánom a szituációkat, amik, amikben a legtöbb lány belemászik az élete során. Ez lenne az elsődleges célkitűzésem, hogy ezt megpróbálom neki elmagyarázni. Hogy ne legyen olyan, mint az átlag, és akkor ezekkel a problémákkal nem kell majd szembenéznie. Mert biztos vagyok benne ezer ig hogy az, ahogyan az emberek viselkednek, úgy értem, ahogy a, hozzáállnak a szexualitáshoz, az nagyban hozzájárul ezekhez a problémákhoz. Ez szerintem kétségtelen. Ugye ez kellene, hogy legyen az elsődleges fókusz. Majd elmegyek az orvoshoz, hogyha már nincs más megoldás. Addig már megtanulok úgy élni, hogy lehetőség szerint elkerüljem ezeket a problémákat. Azt mondja egy dr. Bense Tamás gyakorló volt orvos, hogy az, hogy beoltatja magát valaki, az nem azt jelenti, hogy ezek a gyerekek nem is kapják meg. Előfordulós ugyanis, hogy a fizetős több tízezer fontos vakcinát választják a szülő. A doktor tapasztalatai szerint, ha egy szülő ja, nem, Bocsánat, arról van szó, hogy ingyenesen igényelhető az oltás. Ingyenes. Két komponens. Oké. Okay. Hmm. Aki ugye nem veszi fel az ingyenest, az lehet, hogy fizet érte. Azt mondja tapasztalatai ha egy szülő nem oltatja be a gyereket szátans iska a hetedikes koráig, akkor később sem fogja. Akkor jár jól. Arról beszél, hogy ez a Dénes Szilvia felnőtt korában adta be a, a HPV vakcina első injekcióját, megbánta, szinte rösz, rögtön rosszul lett, 40 fokos lázzal küzdött, halucinált izomgörcsei voltak, annyira jó ez a védőoltás, úgy értem, hogy annyira veszélytelen, <laughs> kálcium injekció hozta neki meg a megváltást, második után semmi baj nem volt, a harmadik szüli után viszont újra élte a halucináció járó rémálmokat. Azt mondja, ha lenne tizenéves lányom, biztos, hogy nem adatnám be neki a HPV ellenét, pedig nem vagyok védőoltás ellenes. Tessék, boom. Oké, okay, nézzük tovább. Azt mondja, hogy a védőoltás ellenesek azok aktív elmebetegek. Hát persze, mert ő, ő ők nem lehet lehúzni azt a jutalékot, amit egy-egy védőoltás után kap. <laughs> Nyilván azok sokszor igen nagy butaságot mondanak, tudnak mondani a mellékhatásokkal kapcsolatban, mint például, hogy legyengül a gyerek szervezet. Hát most mondta el a nő itt. <laughs> Mellette írja le, hogy szinte rögtön rosszul lett, 40 fokos lázzal küzdött, halucinált, erős izomgörcsei voltak. <laughs> azt mondja, hogy, hogy legyen gül a gyerek szervezete, vagy hogy az ő ismerősének az ismerős, amikor megkapta az oltást, hónapok beteg volt. Hát itt mondtál a nő, hogy kálcium inekció hozta meg neki a megváltást, olyan rosszul lett. <laughs> És én vagyok az elmebeteg, ez meg itt mellette azt mondja, hogy ez nem így van. Ezek csak rossz kifogások. Persze, meg az a gyermek is azért halt meg, hogy egy rossz kifogás. Az oltást beadatni soha sem késő. Persze, hogy nem mert a jutalékot, akkor is megkapja. Neki mindegy. Neki nincs veszteni valója. Mellette van a törvény, mellette van az idézőjeles tudomány, hogy azt, azt amit megtanult, amit a programban megkapott. A kockázatot mi vállaljuk? Ha valaki már hosszú évek óta él aktív szexuális életet, mégis úgy dönt, hogy beadatja a vakcinát, megteheti. Persze! Neki mindegy. Egyet több vagy kevesebb, tök mindegy. Egy, egyértelmű, amit mondok. Azt mondja, megint arról beszél, hogy aki szexuális életet él, az is beadathatja magának. De akkor ezek szerint egyszerűbb lenne, hogyha mindenki csak úgy élne, ahogy ez le van írva. Találna magának egy partnert, amikor készen érzi rá magát, az boom. Leélné vele az életét. Azt akkor nem kellene aggódni a különböző ilyen olyan betegségek, meg az abortusz, meg ezek a dolgok ellen. Vagy dolgok miatt. De nem, miért nem azt tanítják meg neki? Akkor miért nem az megy a sorozatokban? Miért nem azt tanítjuk meg az embereknek? Miért az van, hogy minden sorozatban X már a, nyolcadik gyereke van a hatodik férjétől, meg mindenki mindenkivel kavar össze-vissza, meg azt tudja senki, hogy milyen nem már lassan. Miért nem tanítják meg nekik a rendes életformát akkor? Miért nem arra? Miért nem olyan zeneszámokat írnak, vagy klippeket? Miért minden klipben arról van szó, hogy most néztem valami szemetet teljesen véletlenül, ígérem, mindenkinek nem szoktam ilyet nézni, csak gondoltam, megnézem, megnézek egy magyar videoklipet, hogy egyáltalán miről van szó abban. Valami nem is tudom milyen, egy ilyen degenerált dolog volt, hogy a csókod nélkül nem tudok aludni, vagy, vagy valamilyen nem is tudom milyen primitív dolog. Miért, mire erről kell énekelni minden zeneszámban? miért nem arról énekel, hogy, hogy keresem megfele azt az embert, akivel le tudom élni az életem, hogy ne legyek -e olyan, mint egy prostituál. Egyszerűbb lenne, ne? Megoldódna egy nagy rakás problémánk. De nem arról van szó, hanem arról beszél, hogy én vagyok az elmebeteg, mikor ott írja le mellette, hogy az a nő káciuminekció után tudta magát összeszedni 40 évesen. Akkor mit csinál az egy gyerekkel? Ennek ellenére azt mondja, hogy oltassa be fel a magát mindenki, a, 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 amint szabad ideje engedi mindenféle szeméttel, úton, útfélen. Azt mondja, itt a következő, az európai kanyaró járvány okai. Kanyaró elleni védőoltás nem akkora múmus, mint egyesek gondolják, szakértők összegyűjtők érveket, pontokat kanyaró járványnak véget vetni, pusztán a védőoltás beadásával. Persze, mindenki oltassa be magát, ez kész, nagyszerű. Ez amúgy is kötelező védőoltás, szóval nem mindegy, itt van a immunitás megint. Ez az az év szava. Nyáimmunitás. Hihetetlen. Jó, ezt nem fogom elolvasni. Itt van a következő. Interneten kér segítséget az oltás ellene szülők gyermeke. Oké, okay. a lényeg az, hogy a mi minden, ami Belekerül a mainstreambe, vagy úgy értem, hogy a közmédiába, vagy a köztudatba, az része a propagandák ilyen vagy olyan módon. Vagy ők generálják azt a hírt, vagy felhasználják arra. Ez a gyerek, aki segítséget kért, hogy őt beoltassák, ez a gyerek vagy a propaganda és az agymosás hatására lett ilyen, vagy egyszerűen csak kitalálták ezt az egész hírt annak érdekében, hogy az embereket Megvezessék, meg, meg tovább programozzák. Azt mondja, hogy világszerte egyre több az olyan szülő, aki nem hajlandó beoltatni a gyermekét különböző ma már megelőzhető betegségekkel szemben. Persze, mert rájött, hogy ez az egész egy hoax. Bizonyos esetekben viszont az oltás ellen családban felnővő gyerek később úgy döntenek, hogy mégis szükség van a vakcínára. Hát majd eldönti akkor ő, hogyha felnő. Itt van egy gyermek. Szüleim azt hiszik, hogy a vakcinák egyfajta kormányzati összeesküvés részei. De ez hülyeség, és rengeteg vitán volt már a témával kapcsolatban. Hát pedig ha már jobb, hogyha elhiszed, hogy ez az. Azt mondja, hogy a fiú anyja úgy hiszi, hogy a vakcinák autizmust okoznak. Most olvastuk el, hogy azt okoznak. Noha ezt már számtalan alkalommal cáfolták. Hát úgy tűnik, hogy azok ne, azok abban a kutatásban nem cáfolták, amit az előbb csak éppen felolvastam véletlenül. Abban pont az ellenkezőjéről beszéltek, azt mondják, hogy azt okoznak. Szóval akkor ez egy másik műsort nézett lehet. Oltás ellenség veszélyes az interneten terjedő, veszélyes az interneten terjedő tévitek, mondja a híradó, aki gyakorlatilag a, fogantatása óta hazugságokkal, meg propagandával árasztja el az egész országot. Ez a szerepe a híradónak, hogy terjessze a propagandát, meg a hazugságot. Ezt jobb, ha mindenki megérti, hogy a média, a tévé, a rádió mindig is azt a célt szolgálta, hogy a propagandát terjessze. Úgyhogy minden, amit ők mondanak, az ilyen vagy olyan módon segíti azon emberek célkitűzéseit, akik uralják és irányítják ezt a világot. Ha valaki nem hiszi, hogy ez így van, akkor csak gondoljon bele abba, hogy ez mindig is így volt. Ha bármit is hihetünk a történelemnek, már csak annak a történelem, amit olvashatunk a Bibliában, akkor láthatjuk, hogy az uralkodók mindig is összejátszottak. Ez így volt a történelem során, és ez így maradt mind a mai napig. Ezért hívják nyáj immunitásnak. Ők nincsenek beoltva, garantálom mindenkinek. Nem őrültek meg. A nyáj az, aki be van oltva. A migrációs válsággal a jelenség még kritikusabb lehet. Az is lett. Ez az oka annak, hogy kanyaró járvány van. Nem az az oka annak, hogy itt most felütötte a fejét valami rejtélyes kanyaró járvány, meg bárányhimlő járvány, hanem hogy megjelentek ezek az emberek, és a higiénés körülmények, meg úgy általában a tisztaság, ezt megszenvedte, és ez a betegségeknek a meleg ágya. Ezért készítettem azt a videót, hogy mindenki lássa, hogy mi is hogyan is működnek valójában ezek, mert a híradó.hu-ról ez nem derül ki, onnan csak a propaganda derül ki, meg az ökörség. A szakember szerint megfelelő tájékoztatásra és kötelező szűrőprogramra van szükség? Persze, arra lenne szükség, hogy megfelelő módon tájékoztassák az embereket, úgy, ahogy most azt én teszem. Elmondom nekik azt, hogy milyen következményekkel jár ez az egész, azok alapján, amik ide le vannak írva, és aztán mindenki el tudja dönteni, hogy ő a nyájba, melyik nyájba akar beletartozni majd. De nem úgy, hogy mindenféle meséket találok ki, meg azoknak az embereknek a véleményére hallgatok, akik ebből élnek, és úgy, hogy az usa már kongatták a vészharangot, el fog jönni az az időszak, el fog jönni az az időszak, amikor nem úgy ennyi védőoltás lesz kötelező, hanem gyakorlatilag állandóan ez lesz. Ez az, és, és az emberiség az, aki követeli ezt. Ez az egészben a legszebb. Az emberiség az, aki követeli azt, hogy védőoltások állandóak legyenek, hogy ez a mindenféle sugározgatás, meg a szűrővizsgálatok állandósuljanak. Mi vagyunk azok, akik azt akarják, hogy mindenki vegán legyen. Mi vagyunk azok, akik azt akarják, hogy csak biciklivel tudjunk közlekedni. Világos meggyőzik az embereket a propagandáról. Véletlen, hogy ezek a dolgok, hogy mindenki ugyanazt gondolja, hogy mi át fogunk települni a marsra. Ez így van kitalálva. A híradó.hu az egyik legfontosabb eleme ennek. A propagandát ezek terjesztik. A tévé azért lett kitalálva, ezért hívják televíziónak. Ez egy vízió. Nézzük tovább. Rábukantak egy apára, aki 12 évvel ezelőtt az akkori felesége úgy döntött, hogy gyermekeink nem adhatja be a védőoltásokat. Most azzal intokolt az akkori döntésére, hogy kanyarul, rubaló, mumpszáni védőoltással kapcsolatos riogatásnak hittek, ami szerint az oltás autizmust okoz. 12 évvel ezelőtt úgy döntött, azt még mindig él. Hát akkor <laughs> nem jól járt. Azóta bebizonyosodott, hogy egy nagy presztízsű angol lapban megjelent írás, rémhír volt, igaz, rengetegen hittek neki, és hisznek mind a mai napig. Hát persze, mert így van bizonyítja azt, hogy a védőoltások számának növekedésével növekszik az autista gyermekek száma az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt nagyon nehéz eltitkolni, vagy azt mondani, hogy ó, hát ez nincs össze... hogyha összefüggésben van az eltűnése, akkor ez hogy ne lenne, ez is összefüggésben az, mi mással lenne összefüggésben. Egyszerűen a vak vagy autizmus felütötte a fejét az usa meg mindenhol a világon, Arról beszélnek, hogy a járványügyi hatóság, bla bla, bla. Azt akarom megmutatni, hogy. Ja, igen. Sokan tartanak attól, hogy az oltás ellenség az egész világon járványügyi veszélyhelyzetet idézhet elő. Ez lesz. Szóval akárki, akárhogy oltogatja, oltogatja befele magát. Így is, úgy is ez a jövő. Elő vagy utóbb ki fognak találni egy olyan vírus, amely amely komoly problémákat fog okozni a világban, és az lesz az, aminek a segítségével meggyőznek mindenkit, hogy ez, ez, kötelező legyen. És kötelező is lesz. Most még van választás bizonyos esetekben, de már most is láthatjuk, hogy 12 esetben nincs választás. Veszélyesek a tévitek, persze, hogy azok, mint például az, hogy a védőoltás jó. A oltás elleneséget elsősorban az interneten olvasható tévitek okozzák. Hát az interneten bármi olvasható, nem csak a tévitek. Ezeket helyre téve kellene meggyőzni a szülőket a védőoltások fontosságában, fontosságáról mondta Szlávik János infektológus. Nagyon jó helyzetben van Magyarország. Hát persze. Szuper. Azt mondja, nagyon fontos, hogy ezekről a tévitekről eleget beszéljenek a szülőknek, hogy senkiben nem maradjon kétség a felől, szükség van a védőoltásokra. Szükség van, mert ők ebből élnek a jutalékból, meg a gyógyszeripar nem működhetne, hogyha nem lenne védőoltás. Borzasztó lenne számukra, úgyhogy ez abszolút lét szükséglet szó szerint ezen emberek számára. De nézzük tovább. Nem is fogok... Ja igen, hopp, elérkeztünk ide végre. Megmutatok még néhányat. Ezen hírek közül, és aztán befejeztem, de. Pillanat. Jaj, rosszat nyomtam. A zoom. Ja, ez a zoom, hoppá. Most nem? Tudom, hogy oltás ellenes világnap is létezik. Hát persze, hát hogyha gondolom, hogy van mindenféle nap, akkor miért lenne ez is? Biztos van vegán világnap is, akkor miért lenne oltás ellenes? És hogy tudománytalan az egész, hát hogy ne? Hát a tudomány maga meghatározza azt, hogy mi az, ami beletartozik, meg mi nem. Természetes, hogy nem tudományos. Számunkra meghatározzák a valóságot. Lemaradtunk, no, de tényleg létezik, hogy az oltás károsultak nemzetközi napja. Hát már hogy ne létezne oltás károsultak nemzetközi napja, mikor olvashatjuk, hogy gyerekek meghalnak az oltások miatt. Lehet, hogy ezek az emberek úgy gondolják, hogy fontos felhívni mások figyelmét arra, hogy hé, lehet, hogy a nyáj jól érzi magát, de a, a, a mi családunk az a járulékos veszteségnek a része lett. És annyira ez nekünk nem tetszik. Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének tanszékozés szerint az új ideológia tudománytalan feltételezéseken és hamis tényeken alapul. Az a remélem tisztában van mindenki, hogy a tudomány maga az 200 éve a kémia volt, és varázslásnak hívták. Ebből alakult ki az, ami ma tudománynak nevezünk. Ez a tudomány története nézen utána bárki, és akkor rá fog jönni. Az, amit most röhög mindenki, hogy a, a kémia, meg ilyenek, ez az, ami tudomány volt 200 évvel ezelőtt. Mostanra az emberek elhitték, hogy ez valami világ megváltó dolog. Ez az egész egy hazugság. Nem csak a tudomány, a politika, az oktatás, a minden, a média, a szórakoztatóipar, ez az a vallás, ez mind hazugság. Az összes, kivétel nélkül, az első betűtől az utolsóig. És azért tudnak hazudni, mert az emberek nem néznek utána a dolgoknak. Nyilvánvalóan van tudományos bizonyíték. A tudomány az er erről szól, hogy megmagyarázza azt, a, azokat a dolgokat, amiket ő akar megmagyarázni. Itt pedig tudományos bizonyíték mutatja, hogy túl gyakran alkalmazott tetanú emlékeztető oltások gátolják, vagy legalábbis megzavarják az immunrendszer normális működését. Írja honlapján a szülői mozgalom oltások választhatóságáért. Ugye ez egy, az ingyenes doménum működő, ebből fakadó meglehetősen fabados. Honlap állítása szerint az azonnali és fokozódó vagy késői reakciók is felléphetnek az oltás után. A tetanusz oltás bármely összetevére fennálló érzékenység esetén boom alumínium, formaldehid, tox, toxoid, neomicin, strepomicin, akármi. Ez mind a mmm Oké. Okay. Azt mondja, mint a szervezet honlap el kiderül, az oltás károsultak világnapja, ez a napja, ebből az alkalomban gyertyát is gyújtottak. Azt megnézzük megnézni, hogy ők miről. Egy szülőse legyen kényszerítve érzékeny gyermekét a közérdek oltárán feláldozni, legyen választható a kötelező. Ezeket emelik ki ők. Most csak kíváncsi vagyok a vakcinák, ahelyett, hogy meggyújtani a gyerekeket, inkább megölik őket. Az oltás elleneség terjedése új jelenség, melynek ideológiája tudománytalan feltételezéseken és hamis tényeken alapul. Nem tudom, hogy ezek közül melyik volt hamis, amit eddig megnéztünk. Nem véletlen, hogy korábban kiírtott betegség ütik fel a fejüket, elsősorban oltás megtagadó közösségekben. Én nem véletlenül beszélek ezekről a dolgokról. Én szeretném megmutatni azt, hogy mi következik a világban. Mi vagyunk azok, az emberiség az, aki követeli azokat a dolgokat, Amiket akik uralják és irányítják a világot, akarnak. Ez így van kitalálva. Ők generálják a problémát azért, hogy kiváltsák azt a reakciót, amire majd felkínálják nekünk a megoldást. Ők sokkal-sokkal előttünk járnak. Ezeket a dolgokat ők okosan kikísérletezték, és úgy alakítják a világot, ahogy akarják. Ez úgy tűnik, hogy lehetetlen, de az a probléma, hogy az emberek nem értik azt, hogy egy relatíve kis, egy relatíve kis létszámú csoport egyszerűen el tudja az egész világ sorsát irányítani, mint ahogy el is irányítja. Azért hívják nyáj immunitásnak. Gondoljon csak bele mindenki, hogy mekkora egy birka nyáj, nem ugyanannyi darab kutyával kell őrizni, vagy emberrel. Elég egy pásztor, egy kutya, azok a birkák azt csinálják, amit azok, azok mondanak nekik, az kész. 21 ezer kanyarós megbetegedésből 35 halálos eset volt Európában. Azt mondja ez a, ez a karakter, hogy szerinte inkább azokért a gyerekekért kellene egy gyújtani, akik a tudatlan szüleik miatt meghaltak az oltás megtagadás miatt. Hát vagy ez, vagy az. Azok, azokért nem kell gyertját gyújtani, akiket ők megöltek az oltásokkal? Mint a biológus kifejtette, a védőoltás az orvosás legnagyobb vívványa. Hát persze, mert a jutalékból ők nagyon jól megélnek. A modern medicina eredetét Edward Jenner fektette... Imlő ellenes oltástól datálják. Ezt megnéztük a videóban, amit megmutattam. Ez gyakorlatilag olyan volt, mint egy hentes ez a karakter, meg ez az egész jelenség, amiről ott beszélünk, ez a imlő ellenes oltás. Ha most ilyen primitív szinten van, akkor milyen volt száz évvel ezelőtt? Azt mondja, a védőoltás során enyhe ellenéletesok valóban előfordultak, a komoly negatív következmények azonban extrém, extrém ritkák. Hát persze, de amikor előfordulnak, akkor ez nem olyan nagyszerű, mint az előbb, ahogy mondta az a hölgy, hogy a kalcium inekció hozta vissza. Az vajon akkor ez volt egy extrém ritka eset? Neki az épp elég volt. Nézzük csak. Az oltatlanság viszont igen komoly veszélyekkel jár. Hát persze, mert nem kapják meg a jutalékot ezután csökken a részvényeknek az ára. Egy védőoltásban nem részesült élető védhet az úgynevezett nyáimmunitás. <laughs> Ami azt jelenti, hogy ha az emberek egy jelentős része voltott, akkor az adott kórokozó nem képes terjedni. Ember, ha be vagy oltva, akkor mindegy. Ő hát, az kész. Élvezd az utazást. Onnantól ez a mindegy. Fejtette ki a tudós. Nem szégyelni. Na jó. Mm. Azt akarják csak egyszerűen, hogy a szülőnek legyen joga eldönteni, hogy beoltatja egy gyermekét, vagy nem. Pontosan ezt kéne tenni, nem? Ha ez annyira nagyszerű dolog, ha ez úgy megvédi az embereket. Van, aki oda megy, azt mondja, hogy adjanak be nekem az összes dolgot, azt szóval, mondja, engem nem érdekes semmi. Melyek dolgom, az kész. Mindenki azt csinál, amit akar. Engem, engem hidegen hagy, hogy ki van beoltva, vagy ki nem. Miért nem tud mindenki úgy élni, mint én? Én nem tüntetek azért, hogy oltassa be magát az ember, vagy azért, hogy ne. Én egyszerűen eldöntöm, az kész. Nekem nem érdekel, hogy ki van beoltva kanyaró ellen, meg rúbe óla ellen, meg a többi dolog ellen. Egyébként szerintem ez sokkal, inkább, sokkal messzebbre mutat, mint csak az, hogy az egészségét tönkretesszük az embereknek. A helyzet súlyosága miatt Európa Tudományos és Orvosi Akadémia szigorítani akar az önkéntességen, első lépésben oltási könyv és nyilvántartás létrehozását sürgeti. Bum, amikor megkapja mindenki a csippet majd, meg a különböző Azonosító rendszerbe belép, akkor majd ez is egy része lesz annak. Megkaptad a védőoltást? Nem? Oké, viszlát. Lesöpörte az oltás ellenesek érvelését az Alkotmánybíróság, ki lehet emelni a gyermeket a családból. Nem alkotmány ellenes kiemelni az oltás ellenes szülők gyerekeit a családból, mivel a kötelező védőoltások beadásának jogszerű indok nélküli megtagadása esetén a szülők neveléshez fűződő joga korlátozható. Világos? Ha nincs beadva, akkor a szülők neveléshez fűződő joga korlátozható, mondta ki az Alkotmánybíróság, ugyanakkor az intézkedés csak ideiglenes lehet. A lényeg az, hogy a gyerek, meg hát az ember is, az állam tulajdona. Az ember az egy részvénye az államnak, ezért adóság alapú a gazdaság. Mi vagyunk ebben a garancia arra, hogy az állam vissza fogja tudni fizetni az adóságát. Ezért olyan fontos az államnak a gyerek az mellett, hogy ugye ez egy jutalék nyilván a védőoltásban, meg aztán, ahogy tönkreteszik az ember szép lassan, utána folyamatosan egy ügyfele lesz a gyógyszeriparnak, az orvosi kar... az orvosi eszközgyárnak, meg ennek az egész rendszernek. És az államtól fog függni. Azt mondják, hogy korlátozható a neveléshez fűződő alkotmányos jó. A gyermek számára kötelező védőoltás beadását jogszerintök nélkül tagadják meg azt mondják, arról beszélnek, hogy az oltás szülők gyermekeinek családba való kiemel, kiemelés alaptörvény ellenes. Ez volt ugye az a előterjesztés, de ez hogy leállított. Igen, de ugye hát ezt elutasították. És hát erre nyilván van is példa. Konkrét eset nem tárható fel teljesen, de az tudható, hogy a szülő 2015-ben született gyermekük esetében az oltások mellett védőnői segítséget is visszautasították, az alkotmánybíróság álláspontja szerint ezzel a gyermek egészségi állapota és fejlődése kontrollálhatatlanná vált az állam számára. Felfogta mindenki, hogy mi az, amiről beszélne. A gyermek egészségi állapota és fejlődése kontrollálhatatlanná vált az állam számára. Az állam akarja kontrollálni, a gyermek egészségi állapotát és annak a fejlődését. Hanem nem csak az egyén, hanem a közegészségügy, azaz a társadalom szempontjából is komoly veszélyeztetés. Hm? Ki mondták? Hogy a gyermekek védelem védelemhez és gondoskodáshoz való jogának jogosultja a gyermek, mi kötelezetje elsődlegesen a család, másodlagosan pedig az állam. <laughs> ez a valóság most 2015-ben. Persze ez 2019, de már akkor is így volt. Nézzük tovább, hogy mi az, uh, amiről beszél. Ellenük azonban a gyámügy eljárás keretében a gyermekvédelmi jelzően révén a gyermek közvetlen veszélyeztetése gyanújával indult eljárás, így született meg a kiemelő végzés. A gyámügy is benne volt. Nézzük tovább. Uh -huh. Külföldre távozott az édesanyja, és közözést adtak ki ellen, de nem sikerült elérni. A gyerek lelkében, egészségi állapotában olyan vissza visszafordíthatatlan kárt okoz a magyar állam, amely súlyos alapjogi sérülemnek minősül azt mondja az anya. Szerintük a szülők oltás ellenesége eközben csak egy jogszabás értés, amiből a gyermek semmit sem érzékel. Az alkotmánybíróság viszont kimondta, a gyermek való kiemelése alkotmányos lehet, ám a határozata értelmében az nem büntetető intézkedés, hanem a gyermek védelmét, veszélyeztettségének megelőzését és megszüntetését a hiányzó szülői gondoskodás pótlását szolgáló eljárás. Nagyszerű. Nézzük tovább. Populizmus térnyelésével együtt nő az oltás ellenség Európában Magyarországon kivétel. Azért, mert itt a nyájban van programozva. Jó, ezt nem fogjuk megnézni. Akartam mutatni még néhány érdekes dolgot. Az pedig a következmények, mert ugye erről volt szó. Oké. Okay. Azt mondja, hogy alkotmánybíróság elvették a gyermeket az oltás ellen szülőktől. Igen, és veszélyeztetik a gyermeket, a kiemelés indokolt ez a hvg.hu. Bum, tessék. Azt mondják, hogy a szülők felülvizsgálati kéremét a kúria is elutasította, azután tettek alkotmányjogi panasz, kérve az ítélet alaptörvény jelenségének megállapítását és megsemmisítését. Az alkotmánybíróság azt mondta, nem kérdőjelezhető meg, hogy a védőoltások az emberi szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességének fokozását és a fertőző megbetegedések elterjedésének megelőzését szolgálják. Nem kérdőjelezhető meg. Hát ezért mondtam azt, hogy ez az egész egy cég. A politika, az oktatás, a tudomány, a vallás, a média, ez egy cég, együtt dolgozna. Ez a lényeg az egésznek hogy a nyájat kordában tudják tartani. Ennek a, ennek a döntés alapján az oltás megtagadása igenis veszélyezteti a gyermeket, márpedig, hogy ilyen esetben indokolt a kiemelése a veszélyeztetettség mértékének megfelelően. Ezért az ideiglenes hatályú elhelyezés, illetve a szülők neveléshez való jogának korlátozása szükséges volt. Boom! 4-4-4. kimondta az alkotmánybíróság, hogy az állam ideiglenesen kiemelheti a gyereket a családból, ha nem kapja meg a szükséges védőoltásokat. Boom! Azért, mert ők annyira izgulnak a mi egészségünk miatt. Ez az elsődleges dolog, ami az eszükbe van. Mind az alkotmánybíróságnak, mind a politikusoknak, mind pedig az orvosoknak. Nem is tudnak aludni, annyira izgulnak, hogy velünk mi van nem kérdőjelezhető meg az alkot, meg alkotmányos alapon, hogy a védőoltások az emberi szervezet fertőző betegségekkel szembeni ellenálló képességnek fokozását, fertőző megbetegedések, elterjedések megelőzését szolgálják, mondja ki az alkotmánybíróság. Szuper. Hát ez nagyon jó. Nézzük a következő, illetve hát ezzel befejeztük, de ez ugye ugyanaz a történet, csak azt akartam megmutatni, hogy hogy ez a következménye, úgyhogy mindenki ezzel számoljon. Az alkotmánybíróság szerint így a kötelező védőoltások beadásának jogszerű indok nélküli megtagadása és a szülők neveléshez fűződő joga korlátozható. Nem örökre vehetik el a gyermeket a szülőktől, egészségügyi hatóságukkal együttműködő magatartásuk garantálható, visszakapják a gyermeke. Szóval, vagy azt csinálod, amit mondanak. Vagy elveszik a gyereket? Azért, mert a gyerek fontos számukra, hiszen az garantálja azt, hogy vissza tudjuk fizetni az adósságot a bankoknak. Ez a lényeg. Lehet, hogy még egy videót is megmutatok. De előtte még. Aha. Egy rövid videó, ez TV2, ha jól gondolom, mindjárt mutatom, ATV, bocsánat, még jobb, csak egy pillanatot kérek, és mutatom. Né? Tessék. Kiemelhető. Jaj, vajon csak. utasították el ezzel? A Aha. szülők szerint a lelkiismereti és a van... Előre elkezdem inkább. Kiemelhető a családból a kisgyerek, akit szülei veszélyeztetnek azzal, hogy nem adatják be neki a védőoltásokat, mondta ki az alkotmánybíróság egy szabolcsi család kérvényét utasították el ezzel. A szülők szerint a lelkiismereti és a vonlás szabadságuk is sérülne, ha beadatnák a védőoltásokat a gyereküknek. Magyarországon a védőoltás ellenes szülők aránya nagyjából 2 Magyarországon évtizedek óta működik a kötelező oltási rend, amely többek között a torokgyík, a szamárköhög és a gyermekbénulás, a kanyaró, vagy például a rózsahimlő elleni védelmet biztosítja. Ezeket két hónapos korban kezdik el beadni, és hatodik osztályban fejeződnek be. A kötelező védőoltásoknak 97-98 százalékos. Itthon világviszonylatban is magas az oltottsági arány, mondja a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke. A kisgyermekes családok mindössze 1-2 százaléka zárkózik el a védőoltások beadásától. Óta György a saját praxisában is találkozott egy ilyen esettel. Szerinte, ha itthon lazítanának a kötelező oltási renden, akkor súlyos járványokkal kellene számolni. Az egész védőoltási rendszerünknek az a lényege, hogy ilyen esetben nem csak az egyént védjük, hanem a közösséget is védjük azáltal, hogy mindenki be van oltva. Az említett 1-2 százalékos oltás ellenes családok közé tartoznak azok a szülők is, akiknek ügye az alkotmánybíróságra került. A szülők 2015-ben született gyermekük esetében tagadták meg az oltásokat és a védőnői szolgálatot, egy idő után pedig már orvoshoz sem jártak vele. Többszöri felszólítás után sem változtattak ezen, így a gyámügy és a bíróság is úgy döntött, a kisgyereket nevelő szülőknél kell elhelyezni. Az anya és az apa végül az alkotmánybíróságnál próbálta kijárni igazát, de ott sem fogadták el, hogy lelkiismereti és vallásszabadságuk megsértésére hivatkoznak. Az indoklás szerint a szülők gyermekük nevelésére biztosított joga korlátozható, sőt végső esetben meg is vonható, ha veszélyeztetik a kicsit és nem működnek együtt a hatóságokkal. Az UNICEF-nél bár világszerte a védőoltások mellett kampányolnak, nem tartják célra vezetőnek a mostani döntést. Gyereket kiemelni a családból csak végső esetben szabad lehet, Sosem jó a gyereknek, traumát jelent, és különösen a mai gyerekvédelmi rendszer állapota figyelembe véve, ahol lerobbant épületekben alul fizetett képzetlen munkatársok tömegei látnak el gyerekeket. Magyarországon évtizedek óta nincsenek járványok, a szomszédos Romániában azonban hónapok óta kanyaróval küzdenek. Már 16 ezer fölött van a megbetegedések száma, 62-en meg is haltak. New Yorkban is kanyaró járvány van, szükségállapotot kellett elrendelni, és most először kötelezővé tették a betegség elleni védőoltást. Bum, tessék! Kötelező! <laughs> Na jó. Ennyi. Akkor, hogyha bármi kérdés van, nézzük meg, és akkor arra megpróbálok valamiféle választ adni, hogyha szükséges, de. Azt gondoltam, hogy már egyelőre ennyi elég. Jövő héten meg fogom mutatni azt, hogy hogy van az orvostudomány valójában, illetve meg fogjuk nézni, akkor kicsit lehet egy részletesebben, hogy, hogy a védőoltásoknak az összetevői, illetve ez az autizmus dolog valóban hogyan is függ össze. Nézzük, van itt rengeteg dolog, de nem tudom, hogy van -e valami kérdés. Úgyhogy aki esetleg van kérdése, az most beírhatja. Helyzet az, hogy... Oké. Okay. Még egyszer azt hozzátenném, hogy én nem javaslom senkinek azt, hogy ne oltassa be magát, már az hogy igen. Én azt mondom, hogy mindenki tájékozódjon, és aztán döntse el. Ha, ha kötele... Ja, igen. Felmerült az is, hogy kötelező, most akkor mi van? Ja, és hát üdvözlök mindenkit persze már most így a végén, de csak így látom ezt a sok hozzászólást aztán. Azért... Azért mondom, hogy mindenki üdvözlök. Szóval, hogy mit lehet tenni? Nagyon semmit. Legalábbis úgy tűnik a ez a kép. Hogyha valaki nagyon ellenáll a kötelező védőoltásoknak, akkor ez egy, egy éveken át tartó küzdelem. Ugyan, én már beszéltem egy ugyanezzel az úriemberrel, akiről szó volt korábban, aki a kanyaró dolgot elmagyarázta, ő is azt mondta, hogy küzd, küzd, de igazából anyagilag és, és igazából mindenféle téren ez egy hatalmas próbatétel, és igazából úgy tűnik, hogy soha nincs is vége. Én azt mondom, hogy ha muszáj beoltani, és az ember nem tudja kiállni, vagy, vagy nem tudja a módját, hogy hogy lehet elkerülni, akkor egyszerűen csak oltassa be magát, vagy a gyerekét, az kész. De egy felnőttet, én nem tudom, hogy hogy tudnak kötelezni arra, most jelenlegi esetben. Hogy be, hogy beoltassam magam. Azt nem tudom, hogy ilyenre van-e példa, de gondolom tudnak kitalálni a hazugságot, mint mondjuk a New Yorki kanyaró dolog, hogy kötelezővé teszik. Én mindenképp azt elkerülném. Mert ha nem muszáj, akkor nem. De őszintén leszek, én nem félek se a betegségtől, se a védőoltástól. De ha nem muszáj, akkor nem megyek az orvosok közelébe, mert tudom, hogy mi az, amit csinálnak, meg hogy működik ez az egész. Nem azt mondom, hogy ők rossz emberek. Én azt mondom, hogy ugyanúgy félre vannak vezetve, mint mindenki más. És egyszerűen csak továbbadják a hazugságot, amit megtanultak az egyetemen. És mindenki elhiszi nekik, mert úgy vagyunk programozva, hogy elhiggyük azt. Erről szól az iskola. Itt van egy, egy csomó történet még, amit, amit ami érdekes. Ami érdekes lehet, de. Azt mondja Kata, hogy a kisfiam születése után pár nappal kötelező jellegen megkapta a BCG oltást, két hónapra hónal nyírok csomója, dió nagyságúra duzzadt, megkeményedett, begyulladt, és hálaja a huának nem történt tragédia, de a kisfiamat operálni kellett emiatt, akkor azt mondták, egy a 200 az, az esélye, hogy egy gyermek szervezete így reagál. Hát pont a kisfiam volt az egy a kétszázból. Ó, tessék. Én abban is igazat adok, amit Géza mondta, hogy a korábbi éjszázadok nagy járványa, az ivóvíz mérgezés pontosan. A Pest is, hogy mi lehetett igazából. A Pest is megbeszéltük a múltkor. Minden ilyen betegségnek, ami, ami ellen védőoltást adnak, gyakorlatilag az alapja a higiénés, illetve a tisztálkodási szokásoknak a hiánya és a, az, a szennyvíz elvezetés. Ez a legfontosabb. Ez a három dolog, amely, ahogy ez a három dolog fejlődik, úgy tűnnek el ezek a betegségek ők ezt csak meglovagolták, és azt mondták, hogy ők kitalálták a csövel a lukat, és így beoltogatták az embereket, és ez eltűnt. Hogy ére valamit, vagy sem, valamit biztos ér valamelyik, de én nem olvastam például az írásokat, olvasom, elolvastam már jó pár szó, de még arról nem volt szó, hogy bárkit is ott oltogattak volna. Az meg, hogy az emberek 30 évig éltek, meg 40 évig a kőkorszakban, meg ilyen, nem is volt kőkorszak. Szóval kit, ez egy mese, ez az egész 30-40-50 ezer évvel ezelőtt, meg 10 ezer évvel ezelőtt, meg 20 ezer évvel ezelőtt, 20 évig éltek az emberek, meg ezek a baromságok. Az, hogy a középkorban hány évig éltek az emberek, nem tudjuk. Nincs rá senkinek semmiféle bizonyítéka, hogy 30 évig éltek, vagy hogy 100 évig éltek. Szóval nekem nem mondja senki azt, hogy most mi 120 évig élünk, vagy annyi évig élünk, amennyi. Sőt, hát 120, hát ha valaki el eltengődik 60 éves koráig, akkor az már jól jár. Onnantól kezdve az ember, hogyha ha egy átlag ember olyan, mint egy zombi tulajdonképpen. Elmegy a gyógyszertárba, és utána ott megbeszéli a bajait az emberekkel, utána meg ül a tévé előtt, hogy az erkén, az kész. Örül, hogyha kilát a fejéből. Úgyhogy én nem tudom, hogy akkor, ha 40 évig éltek a középkorban, meg a kőkorszakban, akkor most az a 60 olyan nagyszerű eredmény, hogy utána ne tudjon semmit csinálni az ember. Persze, hogy van olyan 70 éves, aki még eljár edzeni, még ide-oda. De azt garantálom, hogy ez nem zabálja a gyógyszert 30 éves korától kezdve. Biztos, hogy nem az a... Az, az biztos, hogy az AIDS, a, a HIV vírust ők fejeztették ki. Hát hogyha valaki ezt nem, nem, tanulta még meg ezt a dolgot, vagy nincs meg ez az információ, ennek nagyon egyszerű utána nézni, hogy, hogy ez a, a, SV40, amiről olvastam a korábban, az a simian virus, vagy a simian vírus, az, az az, az többek között. Megvan a módszer is, hogy hogy csinálták. Csak egyszerűen a, ö, folyamatosan adták össze a, a vírusokat, és akkor kijött belőle ez. Nyilván ők találták ki. Mert mindegyik az immunrendszer tönkretételére specializálódik. A ráknak ez a problémája, a, a hívnek ez a problémája, az ebola, ezek a, a most olvashatok, hogy a kanyaró, és végül is nem, nem a kanyaróba hal meg, hanem az immunrendszer legyengül. Ezt akarják elérni, hogy az immunrendszer legyengül. Ez sokkal bonyolultabb ez a baktériumvírus dolog, mint ahogy azt mi gondoljuk szerintem. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez az egész. Így van, ahogy, ahogy ők ezt mondják. Sőt, ez a százalék biztos vagyok, hogy nem. Akkor. Az életmódot meg kell változtatni az embernek. Egyszer majd csinálok egy videót arról, hogy hogy kéne enni, inni, vagy mit kéne csinálni, de most már nem akarok belemenni ebbe. Hmm. Na persze, hogyha valaki be van oltva, akkor annak elméletileg elmélete ny kéne ülni, az kész. Ez a... Jó, én értem azt is, hogy, hogy mutálódni tud a vírus, meg mit tudom én, de hát könyörgöm, hát minden, mindent ki lehet. A, ha, 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 mutálódni tud, akkor ha be van oltva valaki a X vírus ellen, akkor ha mutálódik, akkor lehetetlen védőoltást előállítani, amúgy is, szóval tök mindegy. Ja, oh, ez nagy. Orvadász, orgyilkos, orgazda, orlövész, orvos. Jaj, <laughs> ja, de amit azt hozzátenném, hogy én nem, én, én, abszolút nem az orvosok ellen vagyok. Sőt, szerintem az egy csodálatos dolog, és amúgy itt van az eredmény, amit elértek, én úgy gondolom, hogyha valakinek van egy akut problémája, úgy, mint, mint begyullad a foga, vagy eltörik a, a kis ujja, vagy kiugrik a válla a helyéből, vagy a vakbelét ki kell venni, vagy mit tudom én, akkor a legnagyszerűbb hely, ahova mehet az egy kórház. Az a legnagyszerűbb hely. Ott összeszerelik egyből, az kész. Az a legcsodálatosabb dolog, hogy ez így van. Hála Jahuának, hogy ez kitalálta. Hogy ez nem volt kétezer évvel ezelőtt, az biztos. Legalábbis nem hiszem, hogy ilyen szinten. Ha valakinek eltört a keze vagy a lába, akkor nem tudom, hogy mit csináltak vele. De az egy húzós uh, sztori lehetett. Hmm. Oké, okay. azt mondja itt az egyik nagyokos, hogy semmilyen végzettséged nincs, semmihez nem értesz, de van végzettségem. Sőt több is van, teljesen tanár vagyok, egyetemet végeztem, úgyhogy uh, az nem igaz, hogy nem értek semmihez. Emellett még nyelvtanár is vagyok, úgyhogy uh, nem mint olyan nagyobb büszke lennék erre, de hát honnan tudod, hogy nem értek semmihez? Ezt nem nagyon lehet mondani, hogy nem értek semmihez. Hát ez, ez az egyik szakmám tulajdonképpen, hogy hogy működik az emberi test, úgyhogy visz lát. Nézzük tovább. Kanyaró, igen. Szóval, ha nem fecsked, <laughs> ja, igen. ha nem fecskendezek ezekben négy tonna alumint testembe, akkor beteg leszek. Ja. Igen, nagy, nagy. <laughs> Oké, a tetanus kombinált oltástól kihullott foltokban a lányom haja, persze csak időveli egybeesés ez a varászó. Ja, ja, biztos vagyok benne. <laughs> Nem ritkán, 600 ezer autoimmun beteg gyermek van Magyarországon. Én ennek utána kellene, hogy nézzek. Ha van valami forrás ehhez, akkor mindenképp ö, elküldhetnéd nekem, mert akkor azt megmutatom. De 600 ezer autoimmun beteg gyermek, az rengeteg. De az biztos, hogy én, csak az én környezetemben majdnem, nem mindenki autoimmun beteg. Most nem azért nevetek, hogy én örülök neki, de, de ezek az emberek aztán elmennek az orvosokhoz, és onnantól ez a vége egy ilyen betegséget nem lehet gyógyszerrel meg, megoldani. Úgy értem, hogy, hogy persze a súlyos formát biztos, de csak az életmódot meg kellene változtatni, azt utána rendbe jönne az ember. De mivel már tönkre van téve az immunrendszer gyerekkortól kezdve, így nem lehet. Azt mondja, hogy egy gyermek 60-70 százalék, amúgy így van, hogy allergiás. Gyakorlatilag mindenki, de egyébként az összes kisgyerek, akit én ismerek, az állandóan beteg. Mármint így a, a világi részén a, a ismerőseimnek. Mindenki folyamatosan otthon van valami beteg. És nem azért nem nemetek örülök. Azt akarom mondani, hogy ha annyira annyira szágult az orvostudomány, meg ezek a védőoltások, meg minden, ahogy lehet, hogy mindenki mindig beteg, és állandóan gyógyszerszed, és soha nem egészséges. Persze, nyilván vannak kivételek, de az emberek nagy többsége nem az. De, de legközelebb, a következő alkalommal meg fogom mutatni, hogy hogy hogyan lehetne ezt az egészet kezelni. Meg, hogy az orvostudomány csak milyen szinten áll. Ez lesz jövő héten. Mekkora problémát okoz az orvostudomány, és hogyan lehetne elkerülni ezeket a dolgokat. Nézzük tovább. Az allergia, az immunrendszer gyengesége, az autoimmunbetegség, pontosan az autizmus, a viselkedési problémák, ez mind ebből származik. Nem azt mondom, hogy csak a védőoltás, nyilván az egész életmód hozzájárul, de a védőoltás nagyban hozzájárul Ez, Ha valaki azt mondja, hogy nem, én nekem mindegy. Én csak azt mondom, hogy amennyit én értek az emberi szervezet működéséről, meg arról, hogy hogyan működnek ezek a dolgok, már csak abból is össze lehet rakni. Nem kell hat évet eltöltenem ahhoz az orvosi egyetemen, hogy ezt megértsem más kérdés az meg az, hogy azt akarja mondani nekem valaki, hogy egy, egy körzeti orvos mindenhez ért, hát akkor a körzeti orvos az, aki nem ért semmihez, nem? Ha a belgyógyász, ért legalább a belgyógyászathoz, ha én nem beszélhetek semmiről, mert én nem értek semmihez, akkor a körzeti orvos se beszélhet semmiről, mert ő se ért semmihez, nem ő csak egy körzeti orvos. Vagy ért mindenhez, azt akkor ő mindenről beszélhet, vagy nem ért semmihez, különben minek van belgyógyász. Miért nem a körzeti orvos a belgyógyász? mostantól csak az orvos lehet véleménye, vagy a, az űrkutatóra, mostantól mindannyian csak itt fogunk ülni, azt lesni, várni, hogy megmondják nekünk, hogy mi van. Ahhoz nekem iskolába kell járni, hogy bármilyen és vélemény formája. Nem lehet utána nézni a dolgoknak, mikor az információ ott van ingyen. Ez a programozásnak az eredménye amúgy egyébként biztos vagyok abban, hogy az is úgy amit Csilla mond, hogy egy hormones és miatt alakul ki rosszul a szanakszal, vérnyomás csökkentővel kezelnek, addig ne is csodálkozunk több, mint olyan. Hogy a, a hormonrendszert is tönkreteszi ez az egész. Ezer százalék. Jó, eh, ennyit erről. Következő... Most még itt nézegetem, Jaj, hát a vízkészlet az egy külön téma. A víci, vagy a vízkészlet az egy külön téma. A gyermek az természetesen az állam tulajdona. Oké, mindenkinek a legjobbakat folytatjuk. Pénteken, ha lesz kérdés, akkor megnézzük azt. De a nagyszerű, amit áhimmond mond most, elvileg, aki nem jár iskolába, az egész életében buta lesz. Pontosan? most akkor? Na mindegy. Nagyszerű. Ez lesz a végszó. Találkozunk pénteken, bocsánat, 21 órakor, ugyanitt, akkor megnézzük a kérdéseket, meg néhány hozzászólást egy órában, és ez a dolgok állása 2019. május 14-én. Köszönet huának mindenért, és mindenkinek, aki itt volt. Ne felejtsétek el lájkolni like a videót, és megosztani, ahol csak lehet. Meg feliratkozni a csatornára, van egy rakás dolog, amit szerintem érdekelhet sokakat. Mindenkinek a legjobbakat. Halleluja!